Lehet, hogy jól imádkoztunk, mert megjött a jó idő, és talán tart is egy ideig, de azért legyen arra is idejük, hogy leülnek a tévéképernyő elé, és megnézik a Tea Glóriával, hiszen egy kis pihenés mindenkinek jár, együtt fogjuk kortyolgatni a finom teát, önöknek is kell a sok folyadék, és megbeszéljük a világ ügyes-bajos dolgait, a saját egészségünket, és reméljük, hogy kellemesen fogjuk érezni magunkat. Aki nem ismerné a műsorunkat, annak ajánljuk a weboldalunkat www.teagloriaval.hu. Aztán, ha szeretnének képeket nézegetni, régi előadókkal ismerkedni, akkor nézzék meg a Facebook oldalunkat, ahol is a műsor címét kell a keresőbe beírni. Ezen kívül van egy nagyon jó dolog, közvetlenül is tudok beszélgetni önökkel a telefon segítségével. A műsor állandó telefonszáma 0629 340 330. Ezt a számot hívják, ha szeretnének több információt, ha hozzá szeretnének szólni a műsorhoz, de reggel 9 után csak, viszont este 9-ig. Nem mondom, hogy nem kell próbálkozni, de előbb-utóbb biztos, hogy vagy önök elérnek engem, vagy én vissza tudom önöket hívni. A műsornak ismétlései is vannak, ami azért jó, mert nem kell bánkodni, ha valamiről lemaradtunk, ha valamit nem értettünk, vagy vendégek jönnek, akkor megnézzük a következőt. A főadás a szerdán este 20 órakor van, majd csütörtök hajnali 3:30-kor, ha nem tudnak aludni, legyenek velünk. Aztán egy jó ebéd után csütörtökön 1:30-kor is le lehet ülni a képernyő elé, és megnézni a Tea Glóriávalt. Aztán szombaton 18 órakor ismét lehet együtt lenni velem, valamint vasárnap reggel 8-kor meg ébredhetnek velünk, és miután megnéztek minket jó alaposan, lehet menni vasárnapozni. Kedves nézőink, még abban vagyok adós, hogy mi minden lesz ebben a mai műsorban. Első blokkunk a mi fontosabb az egészségnél. Persze, hogy tudom, hogy mindenki rávágja most, hogy semmi, de épp ezért olyan érdekességeket szoktunk néha bemutatni, ami finom is, meg egészséges is. Hát ilyen a jó magyar pálinka, de ez nem pálinka, gyógynövény eszencia. Számos érdekes bajra lehet a gyógynövényekből finom itókát összeállítani, ezt mondjuk el önöknek ebben a beszélgetésben. Ezután szép magyar települések, érdekes események. Hévízen emléktáblát készülnek avatni dr. Balogh Zoltán igazgató főorvosnak, aki nagyon-nagyon sokat tett a hévízitó megmentéséért, fejlesztéséért, erről hallhatnak beszélgetésünkben. Következő műsorblokkunk az Akikre hallgat a természet. Számos alkalommal beszéltünk már a víz fontosságáról, de arról is, hogy mennyire fontos a lélek és a szellem gyógyítása. Vízi Doki egy érdekes vendéget hozott nekünk, Gál Éva szellem és lélek gyógyászt, aki viszont egy különleges napra készül, ahol pontosan ezekről fog előadást tartani, a szellemről, a lélekről, lesznek masszázsok, különböző összejövetelek, a Balaton megáldása, hogy mi is ez a rendezvény, ezt pedig ebből a beszélgetésből tudhatják meg. Bármilyen furcsa, az egyik legsikeresebb adásunk az egy karácsonyi adás volt, de hogy miért is? Azért, mert ebben beszéltünk először arról az érdekes őssejt terápiáról, ami teljesen más alapokon nyugszik, mint a másik blogsorozatunk, és dr. Simon László volt az előadónk, és úgy látszik, hogy ezt a műsort nem lehet elégszer leadni. Én úgy gondolom, hogy a mostani beszélgetés
Talán aki már látta, feleleveníti a tudást, aki meg még nem, annak felkelti az érdeklődését. Kedves nézőink, ehhez a műsorhoz tudok ajánlani még egy klubnapot is, ha emlékeznek, régen volt a TEA nézők klubja, és úgy döntöttünk, hogy ha ennyire érdekes ez az őssejtterápia, akkor szervezünk egy klubot, hogy személyesen is meghallgathatják. Kérem, hogy nézzék adásainkat, mert ebben fogjuk jelezni, hogy mikor is lesz ez a nézői klub. Kedves nézőink, nem is gondoltam volna, hogy ennyi ember érdeklődését kelti fel az a kerekasztal beszélgetés, ahol az építőipari szakmák jeles képviselői, az egyesületek képviselői ültek össze megbeszélni a gyorsuló világban a digitalizációt, a szakmák egymásra utaltságát és épülődését egy-egy kivitelezés során. Hát úgy gondoltuk, hogy talán egy picit rövidítettebb változatban, de akkor megmutatjuk önöknek még egyszer. Záró blokkunkban pedig, ahogy önök ezt már megszokták, Éliás Tibor ül itt mellettem, és beszélgetünk az önök, a saját egészségünkről, és arról, hogy hogyan is kéne egészségesebben élni. Remélem, hogy ez a mai műsor is tetszik majd önöknek, minden esetre jó szórakozást kívánok hozzá. Mi fontosabb az egészségnél? Ó, hát erre mindenki, hát semmi más. Én meg azt mondom, hogy dehogy nem, mert ha ezt úgy érjük el, hogy közben jól érezzük magunkat, vagy éppen finomakat vehetünk magunkhoz, akkor ez még jobb. Ha a címünket nézik, kocincsunk tinktúrával, hát akkor aztán teljes gabajodás van, miről beszél itt ez a nő, hát meg fogjuk magyarázni, mégpedig stúdió vendégemmel, dr. Patkos József feltalálóval. Köszönöm kedves meghívásokat, kedves Glória, és köszöntöm a televízió nézőket. És akkor hát most járjunk ennek utána, ha valaki meghallja azt a szót, hogy tinktúra, akkor hú, az valami keserű, torokpucoló, vagy gyomorrendbetevő, hát hogy lehetne az finom? Na most, kedves József, ön egy feltaláló találkoztunk is már, és különleges gyógylikőröket talált föl. Egy picit emlékezzünk vissza a kezdetekre, hogy mi is az, hogy gyógyeszencia? 28 évvel ezelőtt kezdtem el az ez irányú kísérletezéseket. Akkor persze még csak a családomról volt szó, meg a baráti körömről. Sokat jelentett a 20. századi osztrák világhírű füvesasszony Mária Treben munkássága, hiszen az ő könyveiből tudtam meg azt, hogy nem feltétlenül kell egy tinktúrának érzékileg rossz ízűnek lenni, mert tud az nagyon kellemes is, kellemes ízű is lenni, nem csak egészséges, és aztán amikor teltek múltak az évek, és a lányaim nagyon biztattak, hogy menjek ezekkel versenyekre, akkor egyszer eljutottam oda, és nagyon szépen szerepeltem nemzetközi szerveződésű és hazai szerveződésű párlat és pálinka versenyeken, és aztán eljutott a dolog az utolsó 5 esztendőben odáig, hogy fél évtizede állami védjegyoltalom alatt áll, és egyre többen érdeklődnek iránta, és ismerik el ezzel kapcsolatos hobbi tevékenységemet. Na most azt mondtuk, hogy kocincsunk vele, hát kocintani általában alkohollal szokás. Ebben van akkor alkohol? A kivonatoló anyag alkohol. A tinktúra fogalmában benne van, hogy a gyógynövényi tartalom kivonatoló alapanyaga a szesz. Az én általam készített gyógynövényes likőrkészítményeknek az az egyik sajátosság, hogy a kivonatoló anyag nem az ízére nézve talán olcsónak vagy snasznak nevezhető tiszta szesz, hanem prémium minőségű hungarikum kisüsti gyümölcspárlat.
Tehát abba kerül bele a különböző... Igen, a gyártó partnereim az én általam biztosított, hogy a legnagyobb többségére nézve magam által termelt, illetve gyűjtött gyógynövényt viszem a gyártóhoz, aki az én receptúrám alapján készíti el hosszas érleléssel, áztatással azt a gyógynövény tinktúrát, amelynek aztán, amikor elkészül, nem csak pozitív életani hatása, de kellemes íze is van. Hát ez nagyon jó hír, hiszen hogy egyszerre gyógyuljunk, javuljon a közérzetünk, és még kocintani is tudjunk, az azt hiszem, hogy talán az egyedülálló, most találtuk meg ezt az igazán finomságot. Biztos vannak még hasonlók, megengedjük, de ez számunkra új. Na most annyira érdekes, és annyira elismert ez a csoda italtársaság, hogy tavaly dr. Patkos Józsefet meg is hívták egy kongresszusra, egy orvosi kongresszusra. Ott mi volt a téma? Pontosan dr. Patkos gyógyeszencia, mint alternatíva, ez volt az előadásnak a címe, és ez a lehetőség ez úgy jelentkezett az életemben kellemes meglepetésként, hogy orvos és orvostudományi egyetemi tanárok, akik kóstolták a termékeimet, ők engem meghívtak erre az előadásra, amelyre a felkészülés időszakában én megrendeltem az Agrárbiológiai Kutatóintézet Martonvásári laboratóriumában egy olyan kvantitatív mérést, hogy mutassák ki, hogy egyik másik gyógynövény likőrfajtámban a gyógynövényre jellemző 5 legfontosabb vegyület, vitamin, alkotó elem milyen mutatókkal szerepel, és tudományosan egy kicsit megalapozottá tenni a szereplésemet. Ezek szerint elismert ennek a jótékony hatása. Mikor először beszélgettünk, 12 különböző gyógynövénynek volt eszenciája. Azóta nőtt ez a tábor. Hány van most? 19 fajtát tudok jelenleg ajánlani. Tényleg színes paletta. Hogyan kéne belőlük válogatni? Egyrészt én nem bánom, ha elmondja gyorsan, hogy milyen gyógynövények is ezek. A levendula, csalán, galagonya, körömvirág, mária tövis, galaj, csipkebogyó, cickafark, kóró. Ezek már évek óta a palettát színesítik, de újonnan megjelent az elmúlt egy-másfél évben a citromfű, alvászavarok, nyugtalanság, depresszió, valamint menstruációs problémák kezelésére, idegfeszültség ellen, vagy a porcsin, a gyömbér, láz és gyulladás csökkentő, javítja az emésztést, enyhíti a gyomorbántalmakat, oldja a görcsöket, erősíti az immunrendszert, vagy az erdei fenyő, rügy, légúti megbetegedések gyógyítója, köptető, hurutoldó, enyhíti az asztmás panaszokat, C-vitaminokat tartalmaz, immunerősítő, gyulladás csökkentő, berkenye. De rég beszéltünk a berkenyéről, egy nem is annyira ismert gyógynövény, ugye? Mostanában divatja van újból, polifenoljai révén erős antioxidáns, gyulladás csökkentő hatásával csökkenti a baktériumok és a rákos sejtek számát, hatékony lehet vastagbélrák és mellrák esetén, csökkenti a vércukorszintet, koleszterinszintet, vérnyomást és gátolja az elhízást. És végezetül az új likőrök között említhetem az egyaránt a cickafar kóróra, mint a földkerekség egyik legerősebb antibakteriális gyógynövényére épült az iker likőrpár, a vadászlikőr tavasz és a vadászlikőr ősz, azzal a differenciával, hogy még a tavaszban egy kicsinyke megy szerepel, és megjelenik az ízben is. Kevesen tudják egyébként, hogy
hogy a megypiros gyümölcs is gyógynövény és erős gyulladás csökkentő, még az ősz változatban a megy helyett cirka egy 5% erejéig megjelenik a dió keserű anyaga. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy minden egyes ilyen kis üveg hordoz valamilyen gyógynövényt, és annak az adott gyógyhatását. Igen. Hogy értsük, hogy tulajdonképpen mi is ebben a nagyon jó dolog. Itt lehet elmondani azt is, hogy az alkoholos kivonat, az miben különbözik más gyógynövény kivonatoktól, például a hideg vagy melegvizes áztatás egyenlő teja. Igen. Természetesen a teja is nagyon finom, és gyógynövényi hatása révén gyógyhatású, csak hát az emberiség jelenlegi ismeretei szerint jobban kivonatolni az élettani szempontból értékes gyógynövényi tartalmakat eredményesebben, teljesebben és jobban, és hatékonyabban nem képes az alkoholnál semmi. Aha. Így tehát egy lehet, és nem hogy... romlik, mert egy teját nem tudok elrakni. Lefőztem, és utána megposhad. Míg ezt bármikor kinyitom, és... Ha nem törik el, nem isszák meg, nem öntik a lefolyóba, akkor elvileg az idők végezetéig, szóval vannak persze olyan alkotóelemek, például egy C-vitamin az idők folyamán, különösen ha fényre teszik a palackot, képes az értékéből veszíteni, de a legtöbb vegyület az szinte sértetlenül el van az alkohol kivonatolt állapotában. Ezt az olaj sem tudja produkálni, ráadásul még az olaj, a gyógynövényes olaj és a nem gyógynövényes egyaránt még képes megavasodni is. Uh-huh. Hát akkor ezek szerint valami nagyon finom van a kezünkben, szépen az újdonság, a Ez az emésztőrendszer minden tagjára kiváló pozitív hatással lévő pongyolapitypang, más szóval gyermeklánchű, megint mással kákics, és így tovább. Akkor most csak viccelek, ugye ez egy pitypang. Hát én ezt fújhatom, így az valahogy nem akar elrepülni, de gondolom, hogy ha kinyitom, akkor viszont micsoda illat, milyen kellemes. Én ezt megkóstolom, akár illik, akár kedves egészségére. De finom. És érdekes, hogy vártam, hogy majd esetleg nagyon sűrű lesz, mint a likőrök szoktak, de ez pont annyira omlik el a szájban, mert szinte már csak a gőze van itt az orromba, és nagyon finom. Örömmel hallom. Mint valami iszákos nő, itten üvegből mindjárt iszogatok, de tulajdonképpen ajánlhatjuk ezt, hogy... Ugye kocintásra mondtuk, hogy egy szép kristálypohárba töntsünk ki belőle, és már lehet is kocintani. Vendégvárásra, ajándékba ugyanúgy tudom ajánlani, mint kúrára, megelőzésre, szerencsés esetben gyógyításra. Hát ez nagyon jó, és ezentúl, ha az ember úgy kívánna valamit, akkor azt mondja, hogy jaj, hát rossz a gyomrom, nem láttatok valahol egy pitypangos likört, mert az olyan jó lett. Amely ráadásul még a cukorbetegek legnagyobb gyógynövénye. Igen, hallják, hát ihatunk, jót tesz az emésztésnek, és a cukorbetegek gyógynövénye a pitypang. Hát én azt hiszem, hogy nagyon jó címet találtunk, hogy kocincsunk tinktúrával. Nem beszélve arról, hogy jönnek az ünnepek, tehát akkor ez egy különleges alkalom, is jönnek a vendégek. Na, ilyennel még nem kocintottatok. Tapasztalatom az, hogy aki ilyet kap, illetve ilyen lehetőséghez jut, szokott örülni. És igen, kedves visszajelzéseket kapok hetente azokon az alkalmakon, ahol én megjelenek ezekkel a tinktúrákkal. Még olyan eset is volt, ha szabad elmondanom, persze, két alkalommal is, hogy mind a két esetben egy férfiú megkérdezte, hogy megengedem-e, hogy az ő ingájával megvizsgálja a termékeket. Mondtam, hogy természetesen.
és aztán láttam a metakommunikációján, vagy a mimikáján, hogy megvan elégedve, és megkérdeztem, hogy mit kérdezett tőle? Mit kérdezett az ingától? Azt, hogy ez tiszta anyag-e? És mondta, hogy igen, azt már nem mertem megkérdezni, hogy most erkölcsi vagy fizikai értelemben érti a tisztaságot, mert örültem a véleményének, és mondta, hogy azt is megkérdeztem az ingámtól, hogy az én vérnyomásomra ez jó lesz-e, hogyha én ilyet használok, és aztán harmadjára megkérdeztem, hogy a feleségemnek az adott problémájára ez jó-e, és mindannyiszor az ingája azt mutatta, hogy igen, az egyik esetben ez egy láncon csüngő inga volt, a másik esetben pedig egy ilyen elalakban meghajtott rézrudacska. Tehát akkor tulajdonképpen a természetgyógyászok és mindazok, akik értik a természetet, elmondták már, hogy ez nagyon jó. Abban segítsen nekünk, hogy még nincs ilyen gyógyeszenciánk. Hogyan döntsünk, hogy először orvoshoz menjünk, vagy ön tud segíteni ebben, hogy melyik kinek ajánlott? Hogy válogassunk? Mindenféleképpen azt javaslom, hogy először menjen az orvoshoz, hiszen az orvos tanulta ezt a tudományt, én tisztelettel az adott tevékenység iránt és szorgalommal olvasok, de az egészség kérdésében legyen a primer az orvos. Már más egy kicsit a helyzet, hogyha azt mondom, hogy gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény, és itt jelenik meg súllyal a gyógynövény, vagy az általam képviselt, készített gyógynövényi kivonat. Hát ez például csipkebogyó, tehát tele vagyunk jobbnál jobb ilyen gyógynövényekkel. Vitalizál, élénkít a csipkebogyó, multivitamin bomba, ízületi izomfájdalmakra javasolt, tehát azért azt mondom, hogy én magam azon túlmenően, hogy a kérdést illetően a primátus az orvostudományé, de azt is tudom, miként sok ezer felkészült és elkötelezett orvos a világon, hogy a gyógynövények természetes ereje, amelyet az emberiség évezredek óta bár ismer, hiszen használja, de ha szabad ilyet mondani, hanem a 19., 20., 21. századi gyógyszergyári koncernek pedig nem bánnák, ha legalábbis elfelejteni az emberiség a gyógynövények erejét. Ez egy természetes anyag, prémium minőségű kivonatoló anyaggal, érzékileg kellemes, a visszajelzések jók. Régi kedvelői is vannak, akik már visszajárók, hogy ilyen gyógylikőröket fogyasszanak? Több is. Egyre több. Ami az élettani hatást illeti, egy 80-as éveiben járó hölgy, aki mondja, hogy amikor az a szorító érzés, hogy a szíve itt lüktet a torkában, azt mondja, hogy a galagonya tinktúrából megiszik egy kortyot, és 2 percen belül ez a szorító érzése elmúlik. Ahhoz nincs elegendő idő egy ilyen adás keretén belül, hogy kibontsuk, csavarjaira szedjük, hogy mitől is működik ez az élettani hatás, de az biztos, hogy a galagonya a földkerekség egyik legerősebb szívgyógyszere. Vannak, akik aztán úgy visszajárók, hogy végtelenül finom volt, és az elfogyott, és azért jött. Én most arra kérném, hogy úgy foglalja össze, és esetleg úgy kocincson a nézőink egészségére. Szeretettel ajánlom gyógynövényes készítményeimet mindazoknak, akik örömmel fogyasztanak egy-egy korty finom, prémium minőségű likört, akik nem kizárólag csak a gyógyszerek gyógyító hatásában hisznek, de bíznak a gyógynövényekben, és javaslom, nézzenek körül a Dr. Patkos gyógyeszenciák weboldalán, hát ha örömüket lelik egy-egy tinktúrával való
személyes találkozás van. Akkor mi is kocincsunk egyet, borzasztó egyszerű a dolog. Isten éltesse, kedves József! Isten éltesse, kedves És Glória! És a Szent Miklósra is ígyunk, hiszen ezen a héten ő is eljön hozzánk egészségére. Egészségére. Kedves nézőink! A mostani beszélgetésben pedig egy olyan emberrel, illetve azokkal fogunk megismerkedni, akik úgy gondolták, hogy dr. Balogh Zoltán főorvos úrnak kell, hogy legyen egy emléktáblája Hévízen. És ebben nem más lesz a segítségemre, mint Tóth János, nyugalmazott múzeumigazgató és a Hévízi Tóvédő Egyesület második elnöke. Na de kezdjük előről. Kedves János, itt van velünk? Igen. Hát nagyon köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést, és én azt mondanám, hogy kezdjük előről, hogy kinek és mikor jutott eszébe, hogy szükség van erre az emléktáblára. Én először is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm Vezényi Lászlónak, akivel az Esztergomi Ferences Gimnáziumban együtt jártam. Dr. Balogh Zoltán mentette meg a Hévízi tavat, ahogy ez a meghívóban is olvasható, és feleségem együtt dolgozott Dr. Balogh Zoltánnal titkárság vezetőként, Tóthné Cseremília, és több tóval kapcsolatos megbeszélésen vett részt, mint jegyzőkönyv vezető, és neki jutott eszébe az, hogy nagyon tisztelt főnökének is kellene egy emléktábla, ugyanis a Hévízi fedettfürdő falán már 14 emléktábla van orvosok, írók részére, és leginkább Balogh Zoltán érdemli meg, hogy ott emléket állítsanak neki, ugyanis ha ő nincs, akkor most Hévízen nincs ez az idegenforgalom. Tehát ő gondolt arra, hogy a tó megmentésével vagy fejlesztésével oda lehet vonzani az embereket? Igen, ugyanis 1986-ban leégett a tófürdőnek a fa épületei, leégtek, és rá egy évre miniszteri biztosként 87-ben Hévízre helyezték Balogh Zoltánt. A következő évben már főigazgatói kinevezést kapott, és ahogy ő belásta magát a hévízi dolgokba, rájött arra, itt a tó épületek leégései segített, hogy ugye meg kellett tisztítani a tavat, különböző méréseket végeztek, kiderült, hogy a hévízi tóforrás hozama sokkal kevesebb, mint korábban volt, és ez már nem alkalmas gyógyászati célra. És mi ennek az oka? Ő ezt kutatta, és rájött, hogy a bakonyi nyirát térségi bauxit bányászat az oka annak, hogy a hévízi tóforrás hozama lecsökkent, ugyanis ahhoz, hogy még több bauxitot termeljenek ki, a karcvíz szint alatt lévő rétegeket csak úgy tudták elérni, hogyha kiszivattyúzták a vizet, és ez a bánya térség, illetve az a réteg kapcsolatban van a Hévízi tó forrásával, mert onnét táplálkozik a Hévízi tó, és ahogy ott szivattyúzták ki a vizet igen nagy mennyiségben, összesen kiemeltek 3 balatonnyi vizet, de annyira lecsökkent a tóforrás hozzám, hogy veszélyeztette a gyógyítást. Hát ez bizony nagyon érdekes dolog, én erről nem is tudtam. A bauxit bányászat az már elkezdődött már a világháború előtt. Az 50-es években még természetes állapotában volt a Hévízi tó, és ahogy megkötötték a 60-as években magyar-szovjet tímföld alumínium egyezményt, úgy egyre több bauxitot kellett bányászni, hogy a megállapodás alapján teljesíteni tudják a Szovjetunióba a szállításokat. Tehát ez okozta ezt. És előtérbe került a szovjet-magyar megállapodás, a szovjet érdekeknek a kiszolgálása. A fontosabbnak bizonyult akkor, mint a Hévízi tó. Ma már tudjuk, hogy a Hévízi tó a világ legnagyobb gyógytava. Tehát ez került
veszélybe, és erre jött rá Balogh Zoltán, és igen-igen sok figyelmet folytatott annak érdekében, hogy megszűnjön a bauxitbányászat. Tehát akkor életében egy komoly részét tette ki munkásságának, hogy a Hévízi tó újból szép és jó legyen. Igen, egy rendkívül becsületes, nagyon jó orvos három szakvizsgával rendelkezett, és egy nagyszerű magyar ember is volt ő, ezt is szeretném kihangsúlyozni, és a Hévízi tó védelméért folytatott küzdelemről már nyugdíjba vonulása után három kötetes könyvet írt meg. Ennek a címe a Hévízi tó kálváriája egy orvos szemével. És ezeket a könyveket ő megírta, rengeteget kutatotta a levéltárakban, és különböző helyekről, intézményekből dokumentumokat szerzett be. Magát képezte egy miskolci professzor, segített neki abban, hogy tájékozódni tudjon a bauxit feldolgozás rejtelmeiből. A legnagyobb ellenfele a MAT rövidítésű Magyar Alumíniumipari Tröszt volt. Annak érdekében, hogy kellőképp ismeretei legyenek, még a bauxit bányába is elment, és ott is tájékozódott, és hál' Istennek több szakember segített neki. És itt szerényen mondom azt, hogy én is hasonlóképpen segítettem neki, mert múzeumi munkámból adódóan sok olajiparban dolgozó geológussal volt bányamérnökkel volt kapcsolatom, akik jól ismerték Dunántúl, illetve a térségnek a földtanát. Ezen kívül az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagjaként, annak történeti bizottsága vezetőjeként is ismertem Magyarország legjobb geológusait, bányamérnökeit, illetve hidrológusait, akik szintén segítettek abban, hogy szerény mértékben hozzájáruljak feleségemmel együtt a Hévízi tó megmentéséhez. Úgy is mutattam be önt, mint múzeum igazgató. Hol volt ön igazgató? Zalaegerszegen a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumnak voltam az igazgatója 1985-től. Elnézést, hogy ezt mondom, de abban az időben ez a múzeum volt Magyarország második legjelentősebb technikai múzeuma. Hát akkor gratulálok, és gondolom elég sok munkája is lehetett. Igen, és túvédő egyesületi elnökként pedig egy konferenciát is szerveztünk a karszvízrendszer védelme érdekében, és erről megjelent egy kötet, karszvízvédelem a Közép-Dunántúlon címmel, és ebben az ország legjelesebb szakemberei adtak elő, illetve az előadásuk megjelent. Természetesen mindkét oldalon, tehát akik ellen kellett küzdeni, ők is részt vettek ezen a konferencián, és ez a vaskos kötet olyan jól sikerült, hogy annak idején az ország valamennyi egyetemére elkerült, és ott hát oktatási segédanyagként használták. 2000-ben került ki a nyomdából ez a könyv. Hát ehhez is gratulálok. Most említettük ezt a Tóvédő Egyesületet, ez viszont Hévízen működött, ugye? Igen, ez Hévízen működött, igen. Az első elnöke dr. Gyarmati József volt, aki a kórháznak reumatológus főorvosa volt, és ő ismerte annak idején, ugye korábbi munkájából kifolyólag is nagyon jól a Hévízi tavat, tanulmányt is írt a tó különböző állapotáról. Tehát ön mindennek a tudásnak birtokában volt, és akkor elindultak, hogy valahogy legyen emléktábla a dr. Balogh Zoltánnak? Igen, feleségem javaslatára mi elindultunk, beszéltünk polgármester úrral, Mándor Zsuzsanna főigazgató asszonnyal a kórházban, és elmondtuk, hogy mi a javaslatunk, és természetesen beszéltünk Balogh Zoltán leányával, aki tolmácsolta a mi kérésünket a bátyjának, őt Öti Zoltánnak hívják, és így sikerült megteremteni
emléktábla készítésének anyagi hátterét, és elmentünk egy jeles kőfaragóhoz, aki már készített hasonló táblát oda a kórház falára, ez a TAR Kft., és így elindítottuk ezt. 2 évig tartott ez a munka, és itt még bevontunk egy zalaegerszegi munkácsi díjas szobrászművészt, Farkas Ferencet, aki elkészítette Balogh Zoltánnak 30 cm átmérőjű bronz plakettjét, és alatta pedig lesz majd az indiai tündérrózsa levelekkel, azért 2, mert ez szimbolizálja Balogh Zoltánt és feleségét, ugyanis felesége is mindenben támogatta Balogh Zoltánt munkájában. Uh-huh. Akkor elindult a munka, több utánajárás után, hál' Istennek, mindent sikerült eddig elintézni. Szerény mértékben mi is hozzájárulunk a tábla készítéséhez. Ez most mit jelent? Anyagilag, vagy a munkájukkal? A munkánkon kívül szerény mértékben anyagilag, igen. Hát én csak gratulálni tudok a kitartásukhoz, a munkájukhoz, és köszönetet kell, hogy mondjunk az Utókor, meg maga a Hévízitó nevében is, hogy önök erre odafigyeltek, és köszönöm azt is, hogy ez mind elmesélte nekünk, így sokkal többet tudunk mi is ma már a Hévízitóról. Mi is nagyon örülünk, hogy önök ezt elmondják, és még többen megtudják azt, hogy milyen küzdelem zajlott itt a rendszerváltás idején az akkori politikai hatalommal szemben, és sikerült leállítani a bauxitbányászatot a német kormánynak. Uh-huh. Hát tessék, egy kis történelem tudásunk is most már van. Van még egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Azért is szolgálmaztuk a táblát, ugyanis Balogh Zoltánnak a leánya és a fia külföldön él, Belgiumban, illetve Németországban a fia, és Balogh Zoltán úgy rendelkezett, mikor meghalt, hogy az ő és felesége hanvait szórják szét Budapesten. Együtt összekeverve. Tehát nincs sírjuk, így legalább itt Hévízen megemlékezhetnek az utódok Balogh Zoltánról. Lesz egy hely, ahova oda lehet menni, és tisztelettel fejet hajtani. Igen, igen, virágot elhelyezni, igen. Nagyon szépen köszönöm, kedves Tóth János úr, hogy ennyi mindent elmondott nekünk, és kívánok jó egészséget mindkettejüknek. Kedves nézőink, lám-lám, megint sok-sok érdekességet tudtunk meg, és ehhez nem kellett más csinálni, mint nézni. Akikre hallgat a természet. Kedves nézőink, ebben a blogsorozatunkban nagyon sok érdekes embert mutattunk már be. Most ezek közül az egyiket ismét szeretettel üdvözöljük, ő Vizidoki, és hát nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hozott nekünk egy kedves, illusztris vendéget is. Azt hiszem, ő ma a beszélgetésünknek az aktuális részét fogja elmesélni nekünk, és ő nem más, mint Gál Éva, szellem- és lélekgyógyász. Köszönjük szépen, hogy velünk van. Zoli, hát sok mindenről lesz szó, a természet és jó magunk gyógyításáról, de alapvetően a víz mindig szerepet játszik a mi beszélgetésünkben. Miért is olyan fontos a víz? Hát én most hoztam egy vendéget, Bálisten Tavának a királyát. Az élővíz, az élővíznek a forrásának a vezetője volt régen, és tisztelték a világegyetemben mindenhol. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban, ami most van, hogy a vizeinknek a gyógyítása, mert az minden beteg információ befolyik a vízbe, és terjed. De viszont, hogyha használunk ilyen jelképeket, megszünteti, és ki lehet törülni a vízből a rossz információt. Ezzel a mandalával is lehet, nem is tudja az ember, hogy milyen ereje van neki. Arra kérnék mindenkit, hogy vigyázzanak magukra és a vizeinkre.
Megígérjük, hogy így teszünk, de azért jó, hogy van nekünk egy vízidokink, aki maga is ugyanezt csinálja. És akkor most áttérünk a mai beszélgetésünk apropójára, ugyanis Keszthelyen valami különleges készülődik. Kedves Éva, micsoda? Első alkalommal kerül megrendezésre Gyógyító és Szellemész Napok címen Keszthelyen, június 22-23-án. A két napból az első rész egy gyógyító nap lesz, ami tulajdonképpen több mindent foglal magában. Lesz kétféle masszázs, Jumeihu és Access Bars érintés terápia, lesz szeretetmasszázs, lesz fitoterápia egy kis teakóstolóval terveim szerint, aztán lesz csontkovácsolás Kovács Józsi barátoddal, aztán lesz szellem- és lélekgyógyászat, ezen belül kristálygyógyítás, rejki gyógyítás, minden egyes gyógymódot picit előtte bemutatnak azok, akik gyógyítanak, elmondják, hogy miről szól, és aki szeretné, az kipróbálhatja. Valamint lesz egy belépő mellé egy ingyenes jóga óra, ja, és akkor este lesz egy különleges program, ami ugye a Balaton áldásával kapcsolatos lesz, hiszen nagyon fontos, hogy a vizeink tiszta legyen, és élvezhető, mert jó pár évvel ezelőtt bizony volt olyan, főleg nyár végére, hogy rendkívül algás volt, és élvezhetetlen volt a víz. Azonban az utóbbi 8-10 évben egészen szépen kitisztult a víz, aminek nagyon örülünk. Most a második napon reggel azzal fogunk indítani, hogy a valamikori nyugdíjas lelkész atya, akinél én elindultam a hit útján, fog beszélni a második eljövetelről, majd utána dr. Kárpáti Zsuzsanna fogja bemutatni nemrég megjelent könyvét, aki író és jogász is egyben. Aztán vendégünk lesz még Kismautun István, az ős magyarság kutató, aki foglalkozásából eredően ezzel fog foglalkozni részletesebben. Én is fogok előadást tartani egyébként, aztán fog még beszélni Szecsei Miklós és Kállai Edit, a kedves felesége, valamint Varga Csaba, író és szociológus, az Istenkorról, illetve az Ikerlángról. Az első nap este a Balaton áldása után oda várjuk a város lakosságát, hogy vegyenek részt egy készfogással. Ez tulajdonképpen egy szer. Ez valóban nagyon érdekes és nagyon sokszínű programnak ígérkezik. Én arra lennék kíváncsi, hiszen te most az alapjait veted meg, remélhetőleg egy új évente jelentkező sorozatnak. Mi a célod vele? Miért érzed úgy, mert ez egy hiánypótló dolog, hogy ilyet csinálni kell? Hát több okból is. Egyrészt az emberek elsősorban orvoshoz fordulnak, abban a pillanatban, amikor problémájuk van. Amikor már nagyon-nagyon nagy problémájuk van, akkor fordulnak inkább a holisztikus gyógymódokhoz és a természetgyógyászokhoz, az alternatív gyógymódokhoz, holott lehet, hogy pont fordítva kellene egy egészségmegőrzés állapot javítás céljából ezzel foglalkozni. Igaz, hogy akkor is tudunk segíteni, amikor betegség van, és ezzel is támogatjuk a gyógyítás folyamatát. Természetesen nem azt mondjuk, hogy nincs az orvosokra szükség, de ezzel nagyon sokat lehet támogatni, hisz az ember test, lélek, szellemből áll. A legtöbb betegség lelki és szellemi eredetű, és pont ezeket nem gyógyítják a gyógyszerek. Pont ezeket nem tudja a hétköznapi ember, hogy mit is kezdjen vele. Na, ezeket tudjuk mi megtámogatni különféle gyógymódokkal, mégpedig úgy, hogy lelki és szellemi síkon gyógyítjuk az embereket, ami aztán áttevődik a fizikai síkra. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez egy figyelemfelkeltés, egy ismeretterjesztés lesz most, hiszen ezekről nem beszélünk annyit.
Abszolút ez a célja, valamint az is, hogy kipróbálhassák. Az, akinek van problémája azért, akinek nincs problémája, az pedig csak azért, hogy egyszerűen ismerkedjen ezekkel a gyógymódokkal, mert általában az emberek 90%-a ott megreked, hogy elment az orvoshoz. És ezeket vagy nem ismeri, vagy nem veszi igénybe, vagy nem tudja, hogy hol veheti igénybe. Uh-huh. És milyen hatással van a szervezetére. Úgyhogy ennek ez a gyógyítónapnak ez lesz a célja. És gondolom, hogy azért vannak ennek még több funkciói is, mert ugye beszéltünk az ismeretterjesztés, figyelemfelkeltés. Mennyiben érzed úgy, hogy ez egy küldetés? Én abszolút küldetésnek érzem. Most már évek óta foglalkozom ezzel, gyógyítok, és mondhatom, hogy azok, akiket gyógyítok, rendszeresen kérik újra ezt a gyógyító energiát. Elmesélek egy olyan történetet. Például, hogy a szomszéd bácsi covidos volt, olyannyira lázas volt, beteg volt, hogy nem tudott lábra állni. Csináltak egy covid-tesztet nála, és amikor kiderült, hogy covidos, a házi orvos közölte, hogy nem jön ki, mert covidos. Na most akkor én felajánlottam, hogy távban gyógyítom, másnap ő talpra állt, majd a következő napon kisétált a házból, a következő napon az utca végéig sétált, a következő napon a Balatonpartra sétált, és azóta is jól van, teljesen visszanyerte úgymond az egészségét, 94. évének örvend, és azt gondolom, hogy újjászületett. Tehát amit másképp nem tudunk megoldani, azt még egy jól szellem vagy lélekgyógyászattal még helyre tettünk ezek szerint. Így van, így van. Mi az, amiket azért kiemelnél, hiszen nagyon sok mindenről beszéltünk ezen a napon? Vagy amit esetleg meg kell magyaráznunk a nézőknek, hogy mit is jelent? Például, hogy miért is kell megálljuk a Balatont. Na, miért? Hát azért, mert a Balaton egyrészt nem csak Európának nagyon fontos, hiszen nekünk is, de hogy tulajdonképp mi is a Balaton? Ezt a tónak a nevéből úgy kijön, hogy mocsárból ered a neve, de hogyha megnézzük a nyelvész szempontból, történelmi szempontból, szóelemzés szempontjából, két részből tevődik össze a Balaton neve. Az egyik Bál Isten, amiről Zoli is itt beszélt, több néven is említik a történelem során. A másik része pedig az, hogy a ton. Az pedig azt jelenti, hogy Isten, napistent jelent a kettő együtt, aki nem más, mint a mennyei Atya per Jézus. A napvallás tulajdonképpen ezen alapszik. Több néven is említik egyébként Bált, de előtte még elmondom, hogyha nagyon érdekes, azt mondjuk, hogy át-hon. Oda át van az otthon. Mindannyian oda térünk vissza, ahonnan érkeztünk. Abba a nagy egészbe, abba az univerzumba, ahonnan a lelkünk ide leszületett a földre, hogy fejlődjön. Ebbe az egészbe, ami tulajdonképpen a teremtő, ennek mi pici részeként vissza fogunk menni az otthonunkba. De hogy ki is volt tulajdonképpen Bál, több néven is említik, említik úgy, hogy Marduk, említik úgy, hogy Enmerkár, ami vadászt jelent, hogy Nimród, nem véletlenül kapcsolódik a Nimród névhez a vadászat. Ő a tengerészek védnöke, később az 50 Isten királya, és az ő személyéhez köthető az éltető eső mellett a pusztító vihar és a termékenység is. Tehát mindnek az istene. Tőle függ ezáltal gyakorlatilag az életet adó eső és az életünk. Tehát ezért nagyon fontos a víz az életünkben, ezért nagyon fontos ez a szertartás, amit terveink szerint szombaton este, legalábbis jó idő esetén szombaton este a Balatonparton megtartunk, ahova szeretettel várunk mindenkit. Tehát ez egy teljesen nyílt rendezvény, igen. Aki kíváncsi rá, az jelentkezik. Igen. Jó. Igen, igen. Tehát több táltos is jelen lesz, táltos dobokkal fog történni
az egész esemény, és bízom benne, hogy nagyon hangulatos lesz. Beszéltünk Bál Istenről, és meglepően sok néven emlegették a te kutatásaid szerint. Ki mindenkihez fonódik a neve? Tehát az ő neve a hellenizmus idején például Zeusszal és Jupiterrel azonosult. Egyes teozófiai kutatások szerint Zeus is és Jupiter is Jézus volt tulajdonképpen. Tehát Jézus nem egyetlen egyszer járt a Földön, csak mi tudjuk azt, hogy ő Jézus volt. Tehát több alkalommal járt a Földön, csak más-más névvel illették ugyanazt az Istent. Tulajdonképpen, amikor visszanézünk, hogy Bál honnan indult, egész visszamehet, lehet menni Babiloniig, Mezopotámiáig, ahol a Babilon azt jelenti Isten kapuja, vagy átjáró az isteneknek. Ebből az következhet, hogy ha megnézzük, hogy a Balaton Bálból és Athonból jár, vagy tevődik össze, akkor tulajdonképpen, ha összetesszük azt, hogy Balaton, feltételezhetjük, hogy ez is egy Istennek kapuja, úgymond. Hát érdekes. Igen. Én még ezekről sose olvastam, hát, de elgondolkodtató. Én sem rég találkoztam ezekkel, de több olyan magyarság és történelem kutató állítja ezt, és olyan dolgok kerültek például a Balaton felvidéken is elő, amelyek erről árulkodnak. Na, akkor azért térjünk vissza magára a rendezvényre. Jó. Még egyszer mondjuk el, hogy mikor van. Tehát június 22-23-a, ez egy szombat-vasárnapi nap, szombat délután, estébe, késő éjszakában nyúlóan, ameddig éppen, illetve vasárnap reggel 9 órától, szintén estig, késő estig, ameddig csak kérdés van az előadókhoz. Tehát lesz egy olyan, amit mondjuk fórumnak nevezhetünk, és lehet kérdezni? Igen, úgy gondolom, hogy általában az előadók interaktívvá teszik az előadást, tehát bizonyára elmondja az ő témáját, és utána lehet kérdezni, igen. Hát ez nagyon érdekesnek ígérkezik. Én kívánom, hogy szép idő legyen. Ha tehetem, én is oda megyek, önök is tegyék ugyanezt. Egyrészt, mert szeretett vízidokinkkal is lehet találkozni, ezen kívül ilyen érdekes, különleges témákkal, és hát számos előadóval, akiről a beszélgetésünk elején már szót ejtettünk. Ilyenkor inkább egy kalappal szoktunk a premier napján kívánni. Nagyon szépen köszönöm, még esetleg annyit fűznék hozzá, hogy a kétnapos rendezvény után, hétfőn, szinte ugyanezek az előadók fognak a közelben egy más témában előadást tartani, az pedig Marcaliban lesz. Legyen úgy, ha valaki nem ér rá szombat-vasárnap, még van egy lehetőség hétfőn. Kedves Éva, köszönöm, hogy itt volt, kedves Zoli. Köszönjük szépen, Isten áldjon mindenkit. Én is köszönöm szépen, áldás. Az egészségmegőrzésben. Kedves nézőink, hát ismét találtunk valami egészen újat, valami nagyon jót, érdekeset, és úgy éreztük, hogy erről hírt kell adnunk. Aki stúdiónkban vendégünk, már régi ismerős, dr. Simon László egyetemi docens, vízkutató, és hát ő hozott nekünk most egy új témát. Bár László, mi van a kezedben? Ez egy hidrogénes kancsó, amivel mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket lehet kívánni, és én is a kedves nézőknek nagyon kellemes ünnepeket kívánok, mert tiszta vízzel, hidrogénes vízzel, antioxidáns vízzel lehet is.
Így van. Ne feledjük el, hogy lesznek majd a nehéz vacsorák, nagy ebédek, és gondolom az emésztésnek ez kifejezetten jót tesz, ha hogyne. Nem csak bort iszunk, hanem vizet prédikálunk. Szóval azt kérdezzük önöktől, hogy lehetünk-e 10 évvel fiatalabbak. Hát erre nagyon-nagyon szeretnénk tudni a választ. Már kb. 150 éve kutatják a fiatalság titkát, és egyre inkább a mai kutatások abba az irányba indultak el, hogy az őssejt terápia, az egy óriási lehetőség ezen a téren. Viszont ez egy rendkívüli drága mulatság, hogyha valaki egy őssejt terápiát csinál, hisz valamilyen őssejtet be kellene vinni, vagy a saját őssejtjét veszik le, körülbelül vérből is le lehet venni, csontból is le lehet venni ma már az őssejtet. Tehát nem csak úgy, mint amit úgy távolról hallottunk, hogy csecsemőktől? De csecsemőknél is, de akkor utána azt el kellene raktározni, és elraktározás az csak 100-198 fokon lehetséges. Húha! Tehát nem olyan egyszerű maga a technológia. Nem egyszerű, és nem olcsó ezek és szerint. És nem olcsó. És a másik, hogy szinte csak annak lehetne adni, akitől elvettük az őssejtet. Tehát ember specifikus. Abszolút. Tehát mondjuk a szülő esetleg még 75%-ba kaphatja, a testvér az már csak 50%-ba kaphatja elméletileg, mert nem fog hasznosulni neki, sőt lehet, hogy inkább kárt csinál. Tehát az őssejtet azt régóta kutatják, és nem igazán találtak még olyan technológiát, hogy ezt az őssejtet úgy be is tudják vinni, hogy ez igazán működik. Ráadásul komplikáltak a műtétek, és hát nem mindenki számára elérhető. Hát én nagyon örülök, hogy most ismét ez a téma, tudják, hogy beszéltünk mi már ezekről többször is, de ha van egy újabb lehetőség, arra mindig kíváncsiak vagyunk. Mi az az újdonság? Az újdonság az, hogy a keleti tudósok azok egy másik irányba indultak el. Ők abból indultak ki, hogy a szervezet az tud előállítani őssejtet, hisz gyerekkorunkban, kis gyerekkorunkban még óriási az őssejtállományunk. Aztán 20 éves korunkig szépen lassan fogy, és utána egyre kevesebb. Tehát amíg épül az ember, amíg növekszik, akkor inkább így mondom, addig az őssejtek nagyon szépen dolgoznak, és ez a technológia benne van a mi szervezetünkben, hogy őssejtet állítsunk elő. És ők arra gondoltak, hogy olyan anyagokat és olyan környezetet kellene létrehozni újra a testbe, ahol a test újra előállítja ezeket az őssejteket. Mert elvileg képes rá a szervezet? Elvileg képes, hisz gyakorlatilag még 60-80 éves korunkban is van őssejtünk, csak már nagyon kevés. Megállítólag nyugalomba vonulnak, föl kell őket éleszteni. Tehát nem aktívak, igen. Tehát lényeg az, hogy keresték azt a technológiát, hogy mivel lehetne a szervezetben újra elindítani ezt az őssejttermelést. És sikerült és valami? És megtalálták. És mi ez? Gyakorlatilag ez egy, amit itt látnak a kedves nézők, az egy kúra, és ez egy 6-7 hónapos kúra, napi 2 kapszulával, és ez képes teljesen újraépíteni a szervezetben az őssejtállományt, és amikor az őssejtek elkezdenek mocorogni és elkezdenek dolgozni, akkor újraépítik a szervezetet. Tehát olyan hihetetlen történetek vannak ezzel kapcsolatban. Mondok rá egy példát. Ugye általában, hogyha az ember szívbeteg például, akkor van egy ilyen erekciós frakció, amire azt mondják, hogy ha 30%, akkor az az ember már nem tud fölmenni megállás nélkül egy emeletet, hanem meg kell neki állnia, mert légszomja van. Hát ez egy rossz helyzet, azt hiszem sokuknak ismerős. És gyakorlatilag, akkor, hogyha megcsinálja ezt a kúrát, igen, akkor nagy valószínűséggel ez fölugrik, legalábbis az orvosi mérések szerint 60-70%-ra is, és akkor kényelmesen föl tud sétálni akár a negyedikre is megállás nélkül. Na most ez annyit jelent, hogy a szívizom újraépült, ami egyébként orvosilag lehetetlen. Hát igen, az izomsejtek nem... A szívizom nem épül újra, tehát a mai tudásunk szerint nem épülhet újra. De újraépül, ugyanis az erekciós frakció az 30%-ról fölugrott 60%-ra, hivatalosan dokumentált vizsgálatok alapján. De nagyon sok olyan van, hogy a cukorbeteg meggyógyul, elhagyja az inzulint, vagy újraépül egy porc,
És hát ez egy olyan izgalmas történet, amit nagyon sok embernek meg kellene ismerni. Ez most jött be Európába ez a ismeret, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nem most kezdték el. Az elmúlt évben 10 millióan szedték be ezt a kúrát keleten, és általában nagyon jó eredménnyel. Tehát akkor ez is keletről jön, mint sok minden más. Lehet tudni, hogy ez valami új anyag felfedezése, vagy készítettek valamit? Mennyit szabad erről tudnunk? Ez egy nagyon hosszú kutatás eredménye, hogy ez a cég ezt összeállította, ezt a kapszulát. És a lényege az, hogy nagyon sok világszabadalom van benne, és nagyon szépen rakták össze az alapanyagokat úgy, hogy szinergikus hatásban előállítják ugyanazt az állapotot, hogy az őssejt elkezd képződni. Ugyanis mi képesek lennénk rá, mint emberek, mint a szervezetünk képes lenne rá, csak gyakorlatilag nincs olyan állapotban, nincs olyan információja, hogy ezt elkezdje. Egyáltalán miben jelentkezik, amikor ez már hat? Gyakorlatilag a kutatások alapján ennek az egész folyamatnak, ennek a kúrának van egy táncrendje a szervezetben. Mi történik először? Először az életfontosságú szerveket javítja ki. Tehát először mindenképpen a szívet, aztán az érhálózatot, majd a kapillárisokat. És akkor utána, amikor ezek megvoltak, ez körülbelül 2-2,5 hónap. És utána fogja tudni a szervezet egyéb területeit is rendbe tenni, akár a vesét, vagy a májat, vagy a különböző izomszöveteket nagyon szépen újraépül. Tehát ez egy okos valami, ami megnézi, hogy mi az, ami a legfontosabb, és ott... az emberi szervezet a végtelen bölcs. Aha. Tehát az én szervezetem a végtelen bölcs. Az pontosan tudja, hogy milyen funkciót kellek hamarabb javítgatni. Tehát mindig először az életfontosságú dolgokat kell rendbe tenni. Hát ez egyébként ismert a szervezetnél, hogyha például valakinek valami nagy problémája van, akkor azokat a vonalakat szünteti meg, azoknak a vérellátását szünteti meg a szervezet, ami nélkül meg tud maradni. Tehát itt mindig az élet a cél. Na most azt mondja, hogy ez egy kúra, és akkor abba kell hagyni, várni egy kicsit, vagy hogy történik? Gyakorlatilag esetleg azt javasolják, hogy végezzük el 5-6 évente, vagy 10 évente, de ez egy olyan kúra, ami... Tehát ami... nem úgy, hogy mondjuk kihagyok 2 hónapot, és megint nem. Nem? Nem, gyakorlatilag... Hát akkor ez nagyon hatékony. Ez visszaállítja a szervezetnek a működőképességét, egy egészen más, vitális állapotba hoz. Ezért mondjuk, hogy körülbelül 10 évvel visszavisz. De van erre hivatalos vizsgálat is már Magyarországon. Igen? Tehát a Testnevelési Egyetembe vizsgálta, és az ő észrevételük az volt, hogy ez körülbelül 5 évvel meghosszabbítja az aktív sportolás lehetőségét. És ezért van az, hogy akkor addig talán még mozogni is lesz kedve a betegebb embereknek, és hát akkor 5 év után ismételjük? Aktív sportolóknál gyakorlatilag ismert, hogy általában mondjuk egy futballistánál ez a 30-35 éves kor már általában választóvíz. Igen, igen. Tehát nem igazán tudnak tovább focizni, mert maga a szervezetük már kiég. Ez képes 5 évvel meghosszabbítani ezt az időszakot. És ha akkor újra kezdünk egy kúrát, az megint megbirizgálja? Gyakorlatilag újraindítja az ősejtermelést, és újra létrehozza ezt a javultabb állapotot. Mitől jobb vagy másabb ez, mint amiket azért eddig ismertünk vagy hallottunk? Hát hatásmechanizmusában mindenképpen, és én nem is ismerek ennek konkurenciáját, ennek a kúrának. Tudjuk, hogy a szív- és érrendszer az az egyik alap, amit rendbe kell tenni, de hogy mi mindenre hat majd még? Gyakorlatilag erre azt tudom mondani, hogy mindenre, de minden ember más és más, de hogy kinél hogyan dolgozik, az teljesen változó. Például volt most egy érdekes eset, hogy azt mondta az illető, hát ő ugyan nem érez semmit, de még mindig fáj a térdem. Csak hát ki volt írva a műtétre. És arra már nem le volt szükség? És a műtét előtt ugye mindig van egy kontrollvizsgálat, és akkor a dokik megnéztek, hogy hát hoppá, itt nem kell műteni. Tehát nagyon érdekes hatásai vannak ennek a terméknek, és nagyon érdekes dolgokat tud művelni. Nyilván megvan ennek is az esete, hogy hogyan tudom erősíteni, vagy hogyan tudom gyengíteni.
Mert ezt még lehet fokozni, a hatását? Hát hogyne. Hát az egyik nagyon fontos dolog, hogy mindenképpen kellene hozzá tiszta víz. Tehát ahhoz, hogy helyben vagyunk. Hát ahhoz, hogy méregteleníteni tudjon a szervezet, szükséges a tiszta víz, méghozzá alacsony ásványi anyagtartalmú, különböző vegyületek nélküli, tehát vegyszer nélküli tiszta vízre volna szükségem, hogy tudjak méregteleníteni. Ez a legelső. Tehát egy méregtelenített szervezetbe jobban tud dolgozni hát maga ez ne, az őssejt kapszula. Ez az egyik, a másik a táplálkozás. Igen. Lehetőleg hagyjuk el a cukros üdítő italokat és azokat a dolgokat, amik egyébként nem hagyományosan is nehezébbé teszik az életünket. Nincs is rá szükségünk, csak sokszor a reklámok miatt minden marhaságot megeszünk. És együnk sok zöldséget, sok nyerset, és az frissebbé teszi, tehát hatékonyabbá teszi a kúrát. És az oda-vissza igaz, hogy ettől jobb kedvünk lesz többet mozogni, de ha többet mozgunk, akkor maga a készítmény is jobban hat? Én magamon csodálkoztam legjobban, mert nyilván én azt gondolom, hogy először ki kell próbálnom valamit ahhoz, hogy én erről beszéljek. És én azt tapasztaltam, hogy egészen más lett a vitalitásom. Más lett a dolgokhoz való hozzáállásom. És ez nagyon fontos, mert ugye egyre többször érezzük azt, hogy jaj, nincs kedvem, jaj, majd holnap, ó, hát azt megcsinálni, és akkor ezek szerint ezek a jaj, hátok elmúlnak. Tehát ez mondhatnám azt, hogy antidepresszáns, de... Még pluszban? Igen. Hát igen, ha az ember jól érzi magát, semmi káros mellékhatása nincs. Nincs, abszolút egy olyan speciális összeállítás, amiben csak gyógynövények vannak, természetes anyagok, tehát semmi olyan dolog nincs benne, ami vegyszer. És ezt vízzel kell bevenni, mint általában egy. Természetesen vízzel veszem be, és lehetőleg azért sok víz kell hozzá. És lehetőleg tudjuk, a tiszta, egészséges víz. De ha már itt tartunk, akkor azért térjünk rá, hogy ugye az elején mutogattuk is ezt az édes kis flaskát, ami igazán kicsi és kellemes. Hát, ha valaki még nem látott ilyet. Mi ez? Tiszta vizet öntünk ebbe a flaskába, és elindul a vízbontás. A vízbontás eredménye az, hogy szabad hidrogén és szabad oxigén termelődik, és ez hozzáragad a vízmolekulákhoz. Tehát amikor megisszuk ezt a vizet, akkor oxigénes, hidrogénes vizet iszunk. Na most a hidrogén a legkisebb antioxidáns. Ugye a legkisebb elem, könnyen átjut a agyérgáton is, úgyhogy ebből megisszunk egy pohárról, az körülbelül 2-3 perc múlva már itt van az agyunkban. A japán kutatások eredménye volt ez, hogyha megiszok ebből 1,5 liter, az megfelel olyan 500-600 almának. Hú! Antioxidáns szinten. Most két nagyon fontos dologról beszéltünk, és így ünnepek idején nem árt, ha gondolunk arra, hogy nem csak mindig az élvezetek, meg a finom, nagy ebédek, vacsorák, hanem kell az is, ami az emésztésünket segíti, átpucol, ígyunk is sokat, hiszen száraz a levegő, tehát szívből ajánljuk ismét ezt a, ugye azt szoktuk mondani, hogy a lurdi víz hatását elénk táró olyan kis készülék, amit magunkkal is vihetünk bárhova. Igen, bárhova. Még vendégségbe is, hogy várjatok, iszom egy kis tiszta vizet. Így van. Na, hát mivel őt már ismerjük, én arra kérném kedves docens urat, hogy foglalja össze az őssejt kapszuláról, amiket mondtunk. A lényege ennek az egész kúrának, hogy újraindítja a szervezetünknek a öngyógyító képességét. És ez egy nagy fantasztikus dolog, mert ugye a hagyományos megoldásokban, amikor a sejtosztódással szaporodunk, tehát mondjuk 20 éves kor után, akkor mindig tovább visszük a korábbi problémákat. Tehát a DNS-be le van tárolva akár egy fizikai probléma, akár egy egészségügyi probléma, és azt mindig tovább viszi. Viszont amikor őssejt cserével oldjuk meg ezt a sejt cserét, akkor nem viszük tovább ezt a problémát, hanem újraépül az egész. Tehát képes korrigálni az összes szervünket, és képes korrigálni a kóros elváltozásokat, és ez egy óriási ajándék. Kedves nézőink!
Ehhez a műsorhoz tudok ajánlani még egy klubnapot is, ha emlékeznek, régen volt a TEA nézők klubja, és úgy döntöttünk, hogy ha ennyire érdekes ez az őssejtterápia, akkor szervezünk egy klubot, hogy személyesen is meghallgathatják. Kérem, hogy nézzék adásainkat, mert ebben fogjuk jelezni, hogy mikor is lesz ez a nézői klub. A digitális világ és a szakmák. Kedves nézőink, úgy bő 3 héttel ezelőtt hírt adtunk arról, hogy valami nagy dolog van készülőben, lesz egy kerekasztal beszélgetés, és vendégünk volt Ács Erzsébet, a LOSZ, azaz a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke, valamint Németh László, az IPOSZ elnöke. És közben eltelt az idő, a Konstruma 42. építőipari szakkiállításán megtörtént az a bizonyos kerekasztal beszélgetés, ami bizony nagyon fontos volt, és úgy érezzük, hogy érdekes kérdéseket feszegetett. Olyan kérdésekre keresték a választ, hogy milyen jelen pillanatban a szakmák közötti együttműködés, hogyan lehetne javítani ezen, mekkora jelentősége van a kommunikációnak, hogyan épülnek egymásra a különböző szakmák az építőiparban, mennyire érzik azt, hogy a szakmák egymástól függetlenül működnek, mely szakmáknak milyen elvárásai vannak az előttük dolgozó szakipartól, s el tudnák-e képzelni azt, hogy egy közös platformon kommunikáljanak. Természetes, hogy a digitális világ megkönnyíti az ilyen kérdéseket, hiszen egyre több olyan lehetőség van, amivel a távolból tudunk üzenni, kérdéseket föltenni, rajzokat átküldeni, és még számos olyan közös platformot nyitni, ahol a sok szakember egyszerre tud találkozni, egy meeting pointot képez. Az eseményen több rangos szervezet is képviseltette magát, hogy megismerhessék egymás szakmáját, és közösen keressék azokat az utakat és megoldásokat, amellyel hatékonyabban tudnak együttműködni a tervezéstől a kivitelezésig, és ezzel pedig jobb elégedettséget érjenek el a megrendelőknél. A beszélgetés résztvevői voltak Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke, mint főszervező, Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, Mayer Gergely, az Elektromos Ipari Magánvállalkozók Országos Szövetségének elnöke, Csermadar Anita, a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestületétől, Kálmán Attila, a Fabunio Magyar Bútor és Faipari Szövetség alelnöke, Illés Zoltán, a Gáziparosok Országos Egyesületének elnöke, Pintér Csaba elnök és Csáki Csaba alelnök a Szobafestő Mázoló Tapétázó Országos Ipartestülettől. A beszélgetést Dorogi Gabriella újságíró és lakberendező moderálta. Németh László, az IPOSZ elnöke kiemelte a párbeszéd és az együttműködés fontosságát a különböző szakmák között. Elsődleges szempontként említette a megrendelők igényeinek kielégítését és a minőség javítását. Rámutatott, hogy mindez komoly koordinációt, kommunikációt, együttműködést igényel minden érintett szakmai terület részéről. Azt el kell mondani, hogy az IPOSZ maga is tagja az EBC-nek, az Európai Építőipari Kisvállalkozói Szövetségnek is, ahonnan is az építőiparhoz kapcsolódó vállalkozásokat próbáljuk az európai körülményekre felkészíteni, és hát az onnan jövő tapasztalatokat próbáljuk meg átadni
Én úgy gondolom, hogy itt, akik ülnek, mindannyian részt vettek már szinte korábban is egy-egy olyan pályázatban, ami az IPOSZ-nak a bonyolításában történt, sőt, hát magukkal, festőkkel konkrétan szakmai közös programunk is volt. Az építőipar, illetve a festőknek a digitalizációs felkészítésével kapcsolatosan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan párbeszéd ma, ami most itt elindul, szakmai párbeszéd, ami a jövőre is egy olyan megalapozást adhat, hogy ez a szakmai együttműködés akár sokkal szélesebb körbe és több szakmát érintve is kialakuljon. Kedves nézőink, most ismerkedjenek meg a résztvevőkkel, akár a beszélgetés keretében, akár készítettünk egy-egy interjút is, ami talán már azt is firtatja, hogy mennyire volt hasznos a kerekasztal beszélgetés. Ami ennek a helynek a szelleméhez legjobban passzol, a Fabu Neo Design. Gyakorlatilag a kreatív szakma képviselőivel való kapcsolattartás jelent, kiállítások szervezését, illetve megmutatni tényleg a dizájnereknek, belső építészeknek, tervezőknek, hogy azért a magyar bútoriparnak a képviselői mit tudnak, milyen minőséget tudnak képviselni. Szerintem megvan az a szakmai tudás, meg technológiai tudás is most már, amivel azért föl tudjuk venni a versenyt. Milyen szakmákat fog össze a Fabu Neo? Hát elsősorban asztalos, faipari szakembereket. Ugye egy nagyon érdekes, nagyon szép szakma, én ezt a gyakorlója mondhatom, hogy ugye azért fával foglalkozni egy természetes anyaggal egész más. Biztos az összes többi szakma is nagyon szép, de azért természetes anyagokkal foglalkozni azért egy bensőségesebb élet, meg egy minőségi dolog. A kőfaragó szakmunka amúgy lefedi a konyhapultok, fürdőszobapultok, ugye az egész belső építészet, az, hogy bent látod a terekben egy-egy darabot a kőből, esetleg fölrakva a falra, átvilágítva, illetve azt is, hogy kinti terekben újra visszajöttek a szökőkutak, a kandallók, a kültéri kandallók, a beltéri kandallók, minden, ami a lakással kapcsolatos, azt mit csináljuk, és erről igazából nagyon nem tudnak. Ami lényeg, hogy hogyan fogjuk meg. Hát igazából ezt csak szívvel tudjuk megtenni. Kinéz valaki egy számára szimpatikus kivitelezőt, megkérdezi, hogy tudsz-e műszaki ellenőrt, és akkor ő viszi a felelős műszaki vezetőt, viszi a műszaki ellenőrt. Tök jó. Kinek az érdekét fogja képviselni? Tehát, hogyha én viszem oda a műszaki ellenőrt, akkor az nem a megrendelő érdekét fogja képviselni. Tehát ez egy ilyen alapvető probléma. Az, hogy tervezés, hát ez bocsánat, hogy így mondom, tehát itt ez most egy ideális környezet, mert itt ugye olyan történetekről beszélgetünk, ahol már belső építészterv is készül zömébe. De a magyar valóság az sajnos nem az, hogy belső építészterv, hanem ámblokk terv nincsen. Az egy dolog, hogy van mondjuk egy elektronikus felület, ahol kommunikálunk, de az, hogy én kimenjek a területre, és leellenőrizzem a villanyszerelő kiállásait egy mérőszalaggal, azt nem lehet elkerülni. Tehát egyszerűen én, hogyha azt akarom, hogy jó legyen a végeredmény, akkor nyakára járok a kivitelezőnek, és folyamatosan ellenőrzöm a munkáját. Az én vagyok. Elhívunk kertépítőt, elhívunk lakberendezőt, hogy lássák az emberek, hogy miket lehetne szeretni, és elhívunk helyi mestereket. Mert az az óriási nagy probléma, szerintem mindenhol igaz, de a Balaton környékére teljesen, hogy nem tudja az ember, hogy kihez forduljon, ki a megbízható jó szakember. Jó pár héttel ezelőtt hirtattunk arról, hogy lesz egy szakmák közötti kerekasztal beszélgetés azért, hogy a különböző szakmák az építőiparban egymásra találjanak. Hát most túl vagyunk a kerekasztal beszélgetésen, az első benyomásokra lennék kíváncsi. Szerintem nagyon jól sikerült, 2 órát szántunk erre a beszélgetésre, és az elején nehezen indult, illetve sok időt elvett a bemutatkozás, és kevesebb idő maradt
maradt az eszmecserére, és a végén az öröm volt számomra, amikor egymás kezéből vették ki a mikrofont, hogy azért jó helyen vagyunk, és kellenek ezek az egyeztetések. A mellettem lévő kerekasztal beszélgető partner oda is súgta, hogy ugye folytatjuk, és mondtam, hogy természetesen, és ezt úgy kéne folytatni, hogy ha lehet, akkor még több szakmai képviselővel, hiszen tényleg ugyanaz a célunk, ugyanarról beszélünk, egy nyelvet beszélünk, csak nagyon fontos erről kommunikálni. Akkor nézzük meg, hogy kik azok, akik részt vettek és már aktívak, és esetleg arról, hogy kiket várunk még egy ilyen fórumra. Kiemelném elsősorban az IPOSZ-t, mint ernyőszervezet, aki összefogja a különböző szakmákat. Itt volt elnök úr. Itt volt mellettem, ült a villanyszerelők szövetsége, tehát maga a villanyszerelő szakma képviselte magát, utána a kőfaragók képviseltették magukat. Következő szakma volt a gáziparosok, utána jöttek a festők, és ja, nem szeretném kihagyni az asztalosokat, a fabuniót. És akkor kik azok, akik még ugyanebben a témában jó lenne, hogyha részt vennének? Szerintem nagyon sokan vannak, a száraz építészet, a különböző szaniteres cégek, burkolók, rengeteg olyan szakma van, aki egy kivitelezésen, egy építkezés során ott van a munkálatoknál, és nagyon jó lenne, ha ők is bekapcsolódnának ebbe a beszélgetésbe. Mi volt a vélemény? Mennyire fontos a kommunikáció? Mi az, ami már megvan, és mi az, amit meg ők kértek esetleg, hogy több legyen? Szerintem elindult ez a bizonyos kommunikáció. Nagyon fontos, hogy minden ipartestület, illetve minden szövetség a saját tagjaival is kommunikáljon, hiszen ez az egész nem működik úgy, hogyha csak mi kitaláljuk, hogy hogyan kéne együttműködni. Ehhez kellenek a partnerek, akik a való világban ott vannak, és velük találkozunk a kivitelezés során. Tehát az a nagyon fontos, hogy minél többen vegyenek ebben részt, hiszen akkor alakulhat ki ez egy közös platform, hogyha maguk azok a kivitelező szakemberek is részt vesznek ebben a beszélgetésben, ebben az elindult folyamatban, ami arról szól, hogy kommunikáljunk, beszéljünk egymással, hogy valóban, amikor a megrendelő a végén átveszi a munkát, akkor örömmel mosolyjal az arcán mondja azt, hogy köszönöm szépen. Úgy vettem észre, hogy ez egy központi kérdés volt, hogy egy-egy új projektnél, vagy réginek a felújításánál vegyen részt mindenki egyszerre, tehát legyenek ilyen közös találkozók. Igen, említettem itt egy bizonyos külföldi példát, ahol ez úgy működik, hogy hetente, két hetente minden egyes szakma képviselteti magát, a tervező a megbeszélésre meghívja az összes szakembert, és kötelező jelleggel ott kell lenni. Hiszen egy felújítás során mindig vannak olyan dolgok, amit át kell tervezni, a bontás után derülnek ki, hogy az nem működik, vannak olyan megoldások, amit nem lehet megcsinálni, tehát folyamatosan egy építkezésen, egy kivitelezésen vannak olyan új nem várt dolgok, amin dönteni kell, és az egyik szakma, ha dönt, azt át kell vinni a terveken, és az a következő szakmára is valószínű, hogy hatással lesz, hiszen másképp kell megoldani dolgokat. És hogyha nincsenek ott, nincs ez a közös kommunikáció, akkor elveszhetnek az információk, és abból adódnak a bajok, problémák. Az is érdekes kérdés volt, hogy ki tartsa a kapcsolatot a megrendelővel, illetve hát itt fölmerült építésvezető, maga a tervező. Kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy ön szerint melyik a jó? Az az igazság, hogy vannak előírások, ami természetesen kötelező jellegű. A tervező viszont egy ilyen építkezésen mindig a megrendelőjét képviseli, illetve saját magát, hiszen az a számára a legfontosabb, hogy amit ő megálmodott, megtervezett, utána az a valóságban is úgy épüljön meg, ahogy ő azt elgondolta. Szerintem ez is fontos, az is fontos, a megrendelőket is edukálni kell, hogy figyeljenek erre oda. Tehát legyenek ők is igényesek, legyenek ott a szakember kiválasztásnál, győződjenek meg arról, hogy azok a szakemberek megfelelő szakemberek, tudjanak együtt dolgozni, neki is nagyon fontos az, hogy gördülékeny legyen ez a munka. Sok érdekes javaslattal álltak elő a kerekasztal résztvevői, egészen odáig, hogy vajon ki minősíthet, vagy szükség van-e
különböző szakmákban minősítésekre. Lehet-e majd ezekből a javaslatokból valamit nyomon követni? Szerintem mindenképpen, hiszen azért is volt jó ez a beszélgetés, hogy mindenkiben elindult egy bizonyos gondolatsor, hogy hogyan lehetne majd tényleg jobbá tenni a hazai kivitelezői megítélést, a hazai szakmát, hiszen olyan nem fordulhat elő, hogyha külföldre kerül valaki nyugati országokba, ott jól tud dolgozni, Magyarországon meg nem, mert ez nem így működik. Aki igényes munkát végező mindenhol a világon, Magyarországon is megtalálja a helyét, és igényes lesz a saját munkájára. És szerintem nagyon fontos az, hogy ezekből az apró kérdésekből, apró lépésekkel haladjunk előre, és találjunk ki tényleg egy olyan közös platformot, ahol ez nyomon követhető. Legyenek olyan szakemberek, akik mondjuk egy ilyenhez szívesen csatlakoznak, és nem áll tőlük az távol, hogy akár megmérettessenek, akár legyen egy bizonyos minősítés, és ők ezt önként vállalják, hiszen büszkék arra, hogy ők olyan szakemberek, hogy biztos, hogy ezt ők meg tudják valósítani. Valahol majd egyszer talán lesz egy ilyen közös platform, amikor az ügyfelek, a tervezők tudnak olyan szakembereket választani, akik akár együtt is jól tudnak dolgozni, és biztos az, hogy megfelelő minőségben lesz a kivitelezés. Nagyon sokan vettek részt, maga a Lakberendezők Országos Szövetségétől is tervezők. Hogyan fogjátok mindezt kommunikálni nekik, hogy éritek majd el őket? Mi mindig számot adunk ezekről a mini konferenciákról, hiszen nem biztos, hogy mindenki el tudott a mai napon jönni, de a lakberendezőnek ez egy kiemelt téma, hiszen tényleg ők mindig találkoznak a kivitelezés során az összes szakemberrel. Tehát egy terv az csak megszületik, és utána ezt a valóságban meg is kell valósítani, ott pedig mindig van asztalosipari munka, mindig van villanyszerelés, mindig van burkolás, festés, tehát kénytelen ezekkel a szakágakkal egyeztetni és folyamatosan együtt dolgozni. Bátran állíthatom, hogy a lakberendezőinket nagyon érdekli ez a téma, hiszen tényleg ők találkoznak ott a helyszínen a szakemberekkel. Nagyon sok tervezőnek saját kivitelező csapata van, mert az egy könnyebbség, amikor a kivitelező ismeri az ő terveit, ismeri azt, hogy ő hogyan dolgozik, ismeri, hogyha észreveszi akár, hogyha ő téved, és akkor fel tudja hívni, hogy te így gondoltad, nem, csak lemaradt egy nulla, tehát tényleg a kommunikáció. De nem mindig találkozunk olyannal, hogy a saját kivitelezőinket vihetjük egy munkára. Van olyan, amikor a megrendelő ragaszkodik a saját kivitelező csapatához, akkor velük kell szót érteni, és velük kell együttműködni. A szövetség részt vesz minden egyes kiállításon, hiszen ezeken a kiállításokon is szakemberekkel tudunk együtt dolgozni. Amikor felépítünk egy olyan standot, ahol, ami most itt van mögöttem, ez 140 négyzetméter, itt is volt festés, itt is volt száraz építészet, itt is volt villanyszerelés, úgyhogy jöjjenek el és látogassák meg ezt a kiállítást. Gyakorlatilag én azt látom, hogy a megrendelők részéről sincs meg ez az igény, hogy valaki mesterembert fogadjon a saját háza felépítéséhez, annak a kivitelezéséhez. Hogyha ez a minősítés nagyobb színpadot kapna, tehát hogy mindenkiről lehetne tudni azt, hogy ő egy mesterember, és hogy ő a mesterszintet elérte valamikor, akkor a megrendelők lehet, hogy esetleg úgy válogatnának, és a legjobb szakembereket szednék össze a saját kivitelezésükhöz. A szobafestő, mázoló, tapétázó országos ipartestület is részt vett ezen a kerekasztal beszélgetésen. Csáki Csaba alelnök urat kérdezem, hogy egyrészt mennyire volt helytálló, hogy találkozzanak a szakmák egy ilyen fórumon? Én úgy gondolom, hogy igenis helytálló volt. Nagyon szükség volt egy ilyen beszélgetése. Több beszélgetésre lenne szükség, hogy az építőiparban dolgozó szakmák még közelebb kerüljenek egymáshoz. Ugyanis úgy érzem, hogy ebbe a
gyors, rohanó világban inkább eltávolodunk egymástól, és sokkal több kommunikációra lenne szükség a szakmák között, a kivitelezők között, a megrendelők között, esetleg egy lakberendező között, aki az egész projektet akár le is tudná koordinálni. Tehát úgy érzi, hogy jó, hogyha van egy építkezésnél vagy egy felújításnál valaki, aki kézbe veszi az ügyet, és a különböző szakmákkal együtt tud dolgozni? Igen, úgy érzem, hogy nagyon jó lenne, hogyha valaki egy irányítóként lépne föl. Az lehet egy szakmának a vezetője, vagy egy lakberendező, vagy egy felelős építésvezető, aki mindig ott van, és mindig tudja, hogy a megrendelőnek mi az igénye, és hogy milyen sorrendbe kell jönni a szakembereknek egy kivitelezéshez. Ez lehet kisebb, lehet nagyobb projekt. Sokat beszélünk a digitalizációról, vajon ebben segít, vagy inkább megnehezíti az új feltételek az egymás közti találkozást? Én úgy gondolom, a régi rendszer is nagyon jól működött, amikor volt egy kisebb projektnél egy építési napló, amit mindenki beleírhatott, és tök egyszerűen nagyon jól működtek ezek a dolgok. Viszont ma a digitalizáció beépíthető természetesen a kommunikációba, messenger csoportokat, Facebook csoportokat lehet kialakítani az építésen lévő kivitelezők között, a megrendelők között. Gyakorlatilag néhány másodpercen belül döntéseket lehet hozni, hogyha esetleg úgy alakul, egy FaceTime konferencián vagy bármi. Tehát igenis létjogosultsága van ebben a rohanó világban egy ilyen digitalizációnak, ami egy építkezésen megjelenik. Én azt hiszem, hogy ehhez viszont a megrendelőket is egy kicsit fel kéne nevelni, hiszen sokszor ők nem értik, hogy miről beszélnek a különböző szakmák. Teljesen így van, gyakorlatilag egy megrendelőnek nem is avval kellene foglalkozni, hogy melyik szakma melyik után jön, viszont az nagyon jó lenne, hogyha a megrendelő igényeit mindenki tökéletesen ki tudná elégíteni. Ehhez viszont mindenféleképpen kapcsolatra van szükség, kommunikációra van szükség, és a megrendelőnek az a lényeg, hogy amit a pénzt kifizet, azért ő azt kapja, amit ő szeretne. Ehhez viszont mindenféleképpen szükség van a szakmák között kommunikálni, beszélni, egyeztetni, akár hetente, két hetente projekt nagyságától függően. Hol helyezkedik el a festőmázoló, tapétázó szakmák sora egy-egy kivitelezésben? Igazából mi végszakma vagyunk, tehát amit mi elkészítünk, abban nagyon sok évig gyönyörködnek a megrendelőink, tehát végszakmának minősülünk, viszont már sok esetben a építkezés közepe táján be kell csatlakoznunk, esetleg egy alapgletteléssel, felületi képzésekkel, de soha nem egy végeredménye. A végeredmény mindig akkor van, amikor már letisztult körülmények vannak, a letisztult körülmények között azt értem, hogy már csak mi vagyunk ott a munkaterületen, az előttünk lévő szakmák már végeztek, vagy esetleg még a villanyszerelő jön és szerelvényez, vagy egy butoros jön, aki még butorokat épít be, de igazából mi egy végszakma vagyunk, tehát mi oda vagyunk sorolva, hogy a kivitelezés legvégén, az utolsó napokba vagy hónapokba kerülünk oda a projekt nagyságától függően. Hogy fogják az ipartestület tagjait értesíteni mindarról, ami most itt elhangzott? Szerencsére nagyon jó Facebook csoportunk van, Messenger csoportunk van, amivel gyakorlatilag mind a vezetőség, mind a tagságot tudjuk értesíteni a különböző rendezvényekről, amiken részt veszünk. Nem csak ezen, hanem minden máson. Gyakorlatilag minden hétre jut valamilyen program, valamilyen rendezvény. A szakember kollégáink várják is ezeket. Várják, hogy ott legyünk, várják, hogy mindenhol képviseltessük magunkat, és hogy lássák azt, hogy a festőknek egy ilyen érdekképviselete van országosan. Nálunk már ez több mint 130 éves, tehát nem most kezdtük, tehát szeretik a festők, hogyha tudják, hogy tudnak róluk. Szerintem fontos az, hogy megismerjük a megrendelőt, most elsősorban mondjuk magánszemélyekről beszélünk, de közületnél is, ugye ott is van tulajdonos, tehát valahogy aki fizet, azt tudjuk, mit szeretne, és ő se tudja, mint kiderül, nem tudja megfogalmazni. Tehát most már az a feladatunk szinte, hogy most a tagjainkról beszélem az egyesületről, hogyha jön egy megrendelő, hogy elbeszélünk egymás mellett, és erre meg nincs idő, nem szánunk rá időt, és valahogy siet a megrendelő is, mindenki rohan, holott lehet, hogy 15 perc alatt nagyjából lehetne látni azt, hogy egyáltalán mi vagyunk a partnerek, vagy ha nem, akkor hamar szabadulunk egymástól, de akkor is legalább valamire elindult a folyamat, hogy a megrendelő kicsit többet tud már az egészről, ami bele fog keveredni, és ami a mai napnak a téma, hogy egy házat építünk, az 7 szakma egyszerre. A Gáziparosok Országos Egyesülete is képviseltette magát ezen a kerekasztal beszélgetésen. Illés Zoltán elnök úrhoz fordulok. Egyrészt, hogy mennyire szükséges egy-egy ilyen rendezvény ahhoz, hogy kommunikáljuk.
igény van erre a kommunikáció, ez nagyon fontos tudnunk, és abból, hogy meghívást kaptunk, és hogy megjelentek, és ilyen sokan jelentek, nem csak a közönség, hanem inkább a színpadon. Ez az öröm, hogy a szakmában van igény az együttműködésre, és most igaz azt mértük föl, hogy ki hogy gondolkod, és nem láttam nagy lehetetlenséget abban, hogy valóban ez egy kiinduló pontja valamilyen konkrét projektnek. Mert mondhatjuk azt, hogy ma még nem igazán kommunikálnak a szakmák egymással? Nem hatékonyan, tehát kommunikálnak a szakmák, csak nincs kitűzve egy közös cél, akkor ugye hogy elbeszélgetünk egymás mellett, tehát ez olyan cél lett most meghatározva, ami konkrét, és erről lehet beszélgetni eredményesen is. Itt most új projektekről, vagy egy teljes épület, vagy lakás felújításáról volt szó, ahol együtt kéne működni. Ön hogy látja ezt? Hogy épülnek egymásra a szakmák? Együttműködnek eddig is, csak most hatékonyan és szervezetten kell együttműködni, és tudatosan ezt a hármat, mert azt hiányoljuk mi is, hogy a maga megrendelő sem tudatos, de hogyha mi sem vagyunk azok, akkor hiába hiányoljuk egymástól a tudatosságot, tehát valakinek el kell kezdeni, és ugye önmagunkban, mint ez a több szakma együttműködik, ha nem mutatjuk be azt, hogy ez nem csak egy szakma, hanem a hat szakma együttes alkotása, és ha ez látszani fog, akkor azt gondolom, hogy nem kell nevelni tudatosságot, hanem be kell mutatni, és akkor ez remélem, hogy másik oldal is igény szinten is meg fog születni, és tudatosság szinten is meg fog születni. Ön szerint kell, hogy legyen egy építésvezető, vagy éppen a tervező, vagy ki fogja össze a szakmákat? Amit említettek a beszélgetésben, a főműszaki vezető, meg a műszaki irányítók, azok megvannak, tehát jogilag ez megvan oldva a felelősség szempontjából, hogy tudja, hogy ki az, vagy ki nem felelős egy hibáért, de most arról beszélgettük inkább, hogy ne a felelős keresés, hanem az eredmény elérésnek legyen egy felelőse, és most azt a szemét, aki viszont nincs jogszabály meghatározó, mert a jogszabály az dolga, hogy ha van egy probléma, akkor azt oldjuk meg, mi a probléma elkerülése miatt ültünk le, és ez valóban szükséges egy olyan valaki, aki érdekelt abban, hogy a projekt sikeres legyen, és ezért gondolkodtunk úgy, hogy nem a szakma legyen az irányító, aki a legelején van ott, meg a legvégéig követi az eseményeket, és mi akkor szívesen működünk együtt, hogyha bárki kézbe fogná egy végmunkát végző szakma, és akkor az elején már tudunk velük kommunikálni. És ez egy jó ötlet, megvalósítható, tehát állunk elébe, hogy részteket meg tudjuk beszélni, majd szintén kommunikáció. Sokszor mondják most már, hogy a digitalizációjé a világ. Ön szerint ez a kapcsolattartás így kell, hogy történjen, vagy szükség van személyes kapcsolatokra? Mindenképpen kell hozzá digitalizáció, viszont a kommunikáció módját meg kell beszélnünk, hogy milyen mélység, és a konkrétumok digitálisan, viszont az, hogy egymásnak az elérése hogyan, miként, mert ugye maga a szakmák nem digitálisan dolgoznak, tehát nem lehet az, hogy ott kell ülni a számítógép mellett, miközben létrán fest a kollega, tehát ez nem életszerű, viszont az nem jó, hogyha telefonon mennek, akkor csak telefonon mennek, mert ugye akkor meg nincs gazdája, mondta, nem mondta, akkor pont ott tartanánk, mint most. Tehát mindenképpen kell egy platform, amiről szó volt, és ez már úgy hallom, hogy már a szobafestő, lakberendező ipartestületeknél valami alakulóban a saját szakmájuknak, és szerintem ez kiterjesztető lenne, hogy ők is ezt egyeztetnék. Mi pedig szívesen csatlakozunk akkor a kezdeményezéshez. Ön szerint a megrendelő mennyire van felnőve mindehhez, amit mi most szeretnénk elérni? Olyan projektet kell csinálni, olyan platformot kell csinálni, hogy bármilyen képességű megrendelő is tudjon a maga módján csatlakozni. Többit azt mi kiegészítjük. Most akár saját magamról is beszélhetnék, itt szó volt QR kódról és ezernyi más megoldásról. Én abban még benne vagyok, hogy képeket nézegessek, amit a kivitelezők elém raknak, de annál többre nem vagyok felkészülve. Lesz még, mert ez nem két darab kérdőjel, hogy három képet kap, és akkor egyiket ki kell választani. Hát lehet szórakoztatóvá is tenni, hogy merre tovább, vagy mit szólna ehhez, hogy a lakberendező küldi. Egy legfontosabb, a legelején tisztázik, hogy mit szeretne, az viszont valóban egy beszélgetés kapcsán lehet, nem pedig QR kóddal megállapítani. És ha nagyjából szót értünk, és a projekt közben is azt látja meg, hogy mintha ő pont így gondolta volna, az jó, és ezt kell fönntartani egész a projekt végéig. Én látom, hogy ezt meg lehet oldani, mint mérnökember. Én magam sem vagyok nagyon profi az informatikában, de remélem, hogy van hozzá olyan tehetséges szakember, aki ebben segít, hogy az emberek is emberi tevékenységek használják az informatikát.
Ön, mint elnök, mit visz haza az Egyesületnek ebből a mai beszélgetésből? Hát egy olyan beszélgetés volt, hogy akármi lehet is belőle valami, tehát, és mi ezt támogatjuk. Úgyhogy ha most utóbbi években azt az a szemléletünk, mint ezt kommunikációban folytattuk, hogy ha van partner, akkor ezt mi partnerek lennénk, és most megvalósul valahol valami, és ez egy úgymond fönntartható projekt, egy elindult projektnek a fönntartása lenne ez a továbbfejlesztés, akkor mi ebbe fogunk csatlakozni. Tehát a tagság ezt azt mondta nekem, hogy ha ez működik, akkor ők ezt felvállalják. A kőfaragó és műkőkészítő vállalkozók országos ipartestülete is képviseltette magát a kerekasztal beszélgetésen. Mi most kijöttünk ide a szabadba, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy mi is az, hogy műkőkészítő kőfaragó, és vajon hogy képzik ilyenkor a tanulókat. Aki válaszol erre a kérdésre, Hegedűs István Péter, a képzésért és oktatásért felelős alelnök. Az ipartestületünk az egy országos méretű érdekképviseleti testület. Egyrészt a szakma érdekeit képviseljük, másrészt pedig az utánpótlás érdekében dolgozunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy azokkal az iskolákkal, ahol szakmai képzés zajlik, az építőipari ágazaton belül kőfaragó szakképzés, ott mi hatékonyan részt veszünk. Oly módon segítjük workshopokkal, szakmai napokkal, megismertetni a fiatal tanulókkal a szakmánkat. Másrészt pedig, amikor hát kedvet kaptak rá, akkor segítünk duális partnereket találni, hiszen nagyon fontos, hogy olyan képzőhelyeken képződjenek ezek a fiatalok, ahol valódi munkakörülmények között valódi munkát végeznek. Ebben segítünk mi úgy is, hogy oktatókat is ajánlunk a partnerek mellé, hogy mindenképpen egy életszerű képzésben vegyenek részt a fiatalok. Tehát hallottuk, hogy nagyon sok fiatal lép be ebbe a régi nagymúltú szakmába. Vajon azzal, hogy ők már a legújabb korosztályt képviselik, hogy jelenik meg a digitalizáció akár az oktatásban? Az életszerű képzéssel kapcsolatban a digitális kompetenciák is ide tartoznak, hiszen azért tapasztaljuk azt, hogy egy bizonyos hát kor felett már nehezebben ivódik bele a mai életszerű digitális képességeknek a használata, viszont az oktatásban igen. Tehát a mi szakmai képzésünkben is a kőfaragó képzés területén követelmény a digitalizáció. Ez egészen konkrétan úgy jelenik meg, hogy amikor vizsgára készülünk, bizonyos vizsgatípusokat is már számítógépes rendszeren kell átküldeni, illetve digitális programok segítségével megalkotni bizonyos projekteket. Tehát magyarán, aki a szakképzésben elvégzi ezt a szakmát, ha úgy tetszik, egy természetes vonulata lesz már a digitális kompetencia is. Alig pár hete, hogy tévéműsorban figyelmeztettük az érdeklődőket arra, hogy lesz egy kerekasztal beszélgetés, ahol találkozhatnak a szakmák, és ahol ön, az IPOSZ elnöke, nagyon érdekes és előre mutató dolgokat jelentett be. Hát kíváncsi vagyok, hogy most, hogy megvolt a kerekasztal beszélgetés, mik az első benyomásai? Bennem mindenképpen az fogalmazódott meg, hogy elindult végre egy párbeszéd a szakmák között, ami a mindenképpen a megrendelők igényeinek a kielégítésére fog összpontosulni, és ennek a minőségnek a javítására, hogy a kiszolgálás minősége javuljon. Egyrészt azért, mert a szakmáknak azért kell beszélni egymással, hiszen hogyha az egyre nagyobb kihívások elő néző szakmáknál valamikor nem úgy sikerül egy tervezés vagy egy beépítés az egyik szakma részéről, és javítani kell a másik szakma véget, akkor ez bizony sokszor pénzbe kerül. Tehát itt a koordináció, a kommunikáció, az egymással történő beszélgetés, az egy nagyon lényeges. Ezt ugye korábban is felismertük már, ezért a korábbi projektjeinkben is már, ami az építőipart illette, ezekre próbáltuk felhívni a figyelmet, illetve bemutatni azokat a platformokat, amin keresztül ezt meg lehet tenni, és lehet folyamatosan egyeztetni a szakmáknak. Ez most itt újra előjött, és látjuk, hogy a szakmák részéről megvan az a kapcsolódási érdek, hogy minél jobban belemenjenek ebbe az együttműködésbe, hiszen ez azért az ő részükről piaci érdek is, hiszen hogyha
olyan megrendelőket tudnak nívósan kiszolgálni, akik hajlandóak erre áldozni, mert azért legyünk őszinték, még azért a megrendelők nagy többsége azért nem biztos, hogy ezt ki tudja fizetni, de már megjelent ez az igény, és hogyha itt egy olyan együttdolgozás lehet, ahol már a tervezés időszakában megjelenő igényeket mondjuk a lakberendezők fel tudják venni, és ahhoz a ki tudják alakítani a megrendelőkkel azt az igényt, amire el kell indulni, és azt a dizájnt, akkor ehhez már be tudnak kapcsolódni akár a bútorosok, vagy a villanyszerelők, vagy éppen a fűtésszerelők, tehát a szobafestőkről nem beszélve, hiszen a végén azért mégiscsak ők adják meg az egésznek azt a szint és azt a harmóniát, amivel aztán együtt kell élni majd abban a lakásban. Milyen széles merítése volt a szakmáknak ezen a kerekasztal beszélgetésen? Hát részt vettek a bútorosok, a lakberendezők, a festők, a villanyszerelők és maguk a kőfaragók, hiszen azért nem kell elfelejteni, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy természetes anyagok is jelenjenek meg a lakásba a berendezések között, és hát azért a kőfaragóknál erre az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt fektettek, akár a szakmai képzésen belül is. Nagyon érdekes volt, hogy az elektromosság is megjelent itt, úgy, mint akár egy alapkezdő szakma. Igen, hiszen azért azt tudni kell, hogy maga az elektromosság is eljutott odáig a fejlődés szintjén, hogy egy-egy lakásnál, amikor okos lakásról beszélünk, amikor az irányítás és a magák a kapcsolódások, meg a kapcsolások, meg a berendezéseknek a működtetése, az egy olyan automatikát ért el a mai világszínvonalon, hogy ehhez ugye tovább kell képezni egyrészt az elektromos szakembereket, azoknak viszont meg kell azokat az érzékelőket és azokat a szenzorokat be kell építeni, és oda kell beépíteni magukat, akár egy hagyományos kapcsolót is, ahol a butorzat meg az elképzelt berendezés megengedi. Tehát nekik ugyanúgy részt kell venni ebbe, hogy minden egyes kapcsolódási pont az a helyére kerüljön majd a végén, és ne kell mondjuk utána lapot, vagy éppen tapétát bontani. Nagyon sok szakmát ölel át az IPOSZ. Hogy fog eljutni a tagszervezetekhez mindez az információ? Hát tulajdonképpen mi ugye a saját oldalainkon és a saját hírforrásainkon keresztül, illetve reméljük, hogy további olyan beszélgetéseket, platformokat tudunk szervezni, amelyen le tudjuk adni a vállalkozásainknak ezeket az információkat. Mindenképpen fel fogjuk hívni az elkövetkezendő időszakba, hiszen azért egy közgyűlés előtt állunk. A közgyűlés előtt azért lesznek regionális fórumok, ahol azért beszámolunk ezekről a tevékenységekről is, hiszen fel kell hívni a vállalkozóinknak a figyelmét arra, hogy kapcsolódjanak be ezekre az akár online előadásokra is, hiszen itt fontos ismereteket tudnak szerezni a jövőben. Kedves nézőink! Reméljük, hogy ez a kerekasztal beszélgetés egy remek kezdeményezés, de nem marad annak, hanem egyre több fórumon jönnek majd össze a különböző szakmák képviselői, és használják fel azt az új technológiai és digitális lehetőséget, ami a szakmák közötti kommunikációnak alapja lehet. Egészségünkre! Kedves nézőink, tudják, hogy önök mindig számíthatnak Tiborra, azaz Éliás Tibor természetgyógyászra, mert mindig aktuális és hasznos dolgokra hívja fel a figyelmünket. Hát, ha most utaznak bárhol, azt hallják, hogy mindenki krákog, harícsol, a legszörnyűbb hangok jönnek, és állítólag ez nem más, mint hurút, felső légúti megbetegedés. Tehát ma erről lesz szó, és remélem, hogy nagyon sokat tanulunk. Kedves Tibor, tiéd a szó. Szeretettel köszöntök mindenkit ismét. Én azt gondolom, hogy azért kell erről most beszélni, mert nagyon furcsán viselkedik a természet, ugye, hogy jobb lesz, hogyha most felkészülünk, és elkezdjük vigyázni magunkat. Tehát megtanulunk úgy öltözködni rétegesen, ha nagyon süt a nap, le tudjuk venni azt, ami felesleges, vagy visszavenni, hogyha éppen jön egy orkánszerű szél. Ezektől kell a legjobban félni. Bizony, én is meghűltem, influenzás nem lehetek, hiszen szedem az Artemisia annuát, ami meggátolja, hogy bármilyen vírusos megbetegedésem legyen, de a meghűlést nem tudtam én se elkerülni. Na, elővettem az én szent kis gyógynövényes kapszuláimat,
és gyakorlatilag egy nap alatt túl lettem rajta. Na de ha nincs otthon, és hogyha nem tudom, mit kell bekapkodni, úgyhogy én adnék egy jó tanácsot. Vegyen elő egy papír ceruzát, és ha kell, akkor jegyzetelje fel, hogy mi az, ami a családnak kellhet megfázásos időben, Isten ne adja a tüdőgyulladás környékén, hát természetesen olyankor már az orvos, és ne felejtsék betartani, amit az orvos mond, azt mindig meg kell fogadni, és meg kell csinálni, de mellette lehet még rásegíteni a természet csodálatos erejével, amiről mi már jól megismerkedtünk. Nagyon igazad van, mert nem menjünk tovább, mint a mai nap, hogy ragyogó napsütés, kimentem, hogy ó, milyen jó, nem is öltöztem föl rendesen, olyan jeges szél fújt. Pontosan. Most elmondom a megoldást, hogy mit kell így tenni. Így van, valahogy menjünk fölfele, mert ugye a légút az elég hosszú, igen, egyszer bevesszük, orrunkon, szájunkon keresztül. Légy szíves, valahogy föntről. Szóval, tehát én elsősorban azt mondom, hogy van egy kitűnő gyógynövényünk, ami nem más, mint a tüdőfű. A Jóisten is arra teremtette, hogy bármilyen tüdőt érintő betegség, hát a megfázás is lehet ilyen, mert a tüdőgyuszi is úgy kezdődik, hogy először nincsen, de ha nem vigyázunk, akkor lesz. Az első jeleknél már érdemes bevenni, tehát még mielőtt orvost hívunk, mert nem úgy kezdődik, hogy rögtön 40 fokos lázunk van, hanem vannak előjelek, és hogyha akkor elkapjuk, és ezt a kapszulát szedjük, akkor meg tudjuk több hetes kínos, szenvedéses betegségettől kímélni magunkat. Tehát minél hamarabb kezdjük minél hamarabb, el, annál minél hamarabb. Jobb. Igen, és itt három dolgot mondok egyszerre, először is ezt a tüdőfüves és más gyógynövényekből készült hát koncentrátumot, ezek kapszulák természetesen. Sokan megkérdezik, hogy miért kapszulába adjuk. Megmondom, kapszulába sérül a legkevésbé a növény. Most gondoljanak bele, hogyha most ezt tablettába adnánk, akkor azt porítani kellene, és sérülnek maguk a szerkezetük, tehát a hatóanyagoknak a szerkezete is sérülhet. Hogyha pedig szirupba meg ilyenekbe, akkor hőkezelni kellene, és a többi, és a többi. Tehát én így tanultam, de gondoljanak be, mennyire logikus, hogy a növényről leszedett bimbók vagy apró részek, nem darálva. Én utálom a darálást, mert a darálásba bármit bele lehet keverni. Én szeretem, hogyha látszik, hogy mi van abban a kapszulában, ezért is van a mi hát ha itt most megnézem, amiket hoztál, látszik, hogy valóban ez nem mindegyikben látszik, hogy mi van benne. Nagyon, igen, érdekes. Aha. Valóban, és látszik, hogy ez pulmó, az ugye a tüdő, és ez segíti. És ez a feladata ennek a kapszulának, hogy mondom még egyszer, akár megfázás, akár kezdődő tüdőgyulladás, ha ez komolyan változik, akkor tényleg az orvos kell, de ha észbe kapnak időben, akkor nem, mert ez meg fogja oldani. Ennek van egy nagyon-nagyon jó társa, amit úgy hívnak, hogy C-vitamin. Nekem vesszőparipám a C-vitamin, pláne azóta, mióta nagyon odafigyeltem, hogy milyen variánsok léteznek, és hát ugye van természetes C-vitamin, és van előállított C-vitamin. Én mindig a természetes C-vitamint veszem alapul, és ehhez adom hozzá a flavonoidokat. Magyarországon van egy kedves úr, aki orvos, de a fő szakterülete, vagy fő foglalkozása, hogy gyógyszereket tervez. És őtőle hallottam egy csodálatos előadást, és amit ő mondott, azt én meg is jegyeztem, és meg is csináltam. Ha már természeteset adunk, akkor tegyünk hozzá bioflavonoidokat, olyan gyógynövényeket, amik ezeket segítik. És akkor tényleg egy olyan C-vitamint kapunk, ami egymagában versenyt nyer. És de az egy külön, az egy másik kapszula. Az egy másik kapszula, igen. Hát a C-vitamint azt szinte minden nap szinte kéne venni, akár betegek vagyunk, akár ha nincsen semmi bajunk, akkor is egyet vegyünk be. A C-vitamin az egy alap szerintem az életünknek, és tudják, hogy miért. Valamelyik nap valakivel beszéltem, és akkor egy nagyon okosat mondott nekem. És azt, egy valódi gazdasszony, aki a munkahelyén is egy ilyen üzemi konyhán gazdasszony. És azt mondja nekem, hogy tudja, Tibor, én már megtanultam azt, hogy megelőzni sokkal olcsóbb, mint a betegséget meggyógyítani, ha még meg tudjuk gyógyítani. Ez annyira tetszett, ha még meg tudjuk gyógyítani. Tudnék, tényleg igaza van, hogy
A megelőzésre egy-két tabletta vagy kapszula, és annyi, és akkor folyamatosan dolgozik az ember éjjel-nappal, mint én. De ha egyszer jön a betegség, akkor már csőstől jön, és az sokkal többbe kerül, mert nem csak a gyógyszereket, nem csak az orvosokat, a kórházat, a táppénzes élet, az nem egy vidám élet, és a többi, és a többi, és az Isten tudja, hogy hol lesz ennek a vége. És hát van nekem itt egy másik is, ugyanebbe a területbe tartozik, hiszen nagyon sokszor pusztán annyi a baj, hogy torokgyulladás, hogy nyakon csípjük, megszünteti. Mi van akkor, ha egyik se akar segíteni a kezdeti stádiumban? Na akkor jön a Jolly Joker, amit én már annyiszor elárultam önöknek, hogy mi a Jolly Joker. Isten bizony, ha most nyilvánosan lennénk, hatalmas csomag ajándékot adnék, ha valaki azt mondaná nekem, hogy a propolisz. A propolisz a világ legerősebb antibiotikuma, gyulladás csökkentője, fájdalomcsillapítója. Mindig, ennek mindig otthon kell lenni, hát ki tudja, hogy melyik pillanatban éjszaka, 3 órakor kinek fog fájni a foga, vagy valami. Mit ad neki? Kérem, rengeteg jót szeretnék adni önöknek, hogyha megfogadnák. Ha mind a kettő kapsz, amiről igen, beszéltem, a tüdő és a torok, mind a kettő segíti az adott területnek a megóvását. Ha időben vesszük be, akkor nem lesz belőle nagy balhé. Na ezért kell otthon lenni, és nem akkor szalagálni, ja Istenem, kéne. Szóval akkor összefoglalva, ha elkezdünk krákogni, érezzük, hogy valami nem stimmel, igen, akkor melyikkel kezdjük? A seprővel? Hát, hogyha a torok területen érzem, hogy a torkom kapar, stb., akkor a seprővel, torokseprővel. A másik, tehát a tüdőnél érzem azt a nehéz köhögést, amikor a lélegzetvétel is nehéz, és aha, néha már ég is. Na most ilyenkor azért tényleg vigyázunk és figyeljünk oda, mert ha ezeket így használja, akkor elképzelhető, hogy ez megszüntetés, hála Istennek nem kell 2-3 hetet kórházba vagy ágyba tölteni, de ha mégse, akkor tényleg a házi orvost vagy egyéb orvosi segítséget kérni. Visszamegyek egy pillanatra, mert mi az, ami még kéne, hogy otthon legyen? Kamilla. Kamilla teát iszogatunk, vagy borogatásként a fejünkre teszünk egy töröl között inhalálni. Nem mondhatom ki a gyógyszernek a nevét, mert inhalálásra nagyon jó, de a ügyes háziasszonyok tudják, hogy miről beszélek, vagy a patikában megmondják, hogy mi ez, ami, mert lélegeztetni kell. Nagyon sokat tud segíteni, ezt naponta 2-3-szor, akár 4-szer is megcsinálhatjuk. Igen, ott arra kell vigyázni, hogy a gyerek ne öntse magára, mert ez egy forró víz, hát tulajdonképpen. Egyedül ne inhaláljon egy gyerek. Hát ott a szülő mindig ott segít, a nagyi leginkább. Kicsim, imádlak, szeretlek, csak bújj már oda. Szóval ezek nagy játékok, és azt kívánom, hogy az életben nagyobb problémájuk ne legyen, mint ez, és oldják meg így egyszerűen, ne kelljen kórházba menni, meg látogatni, mert annál rosszabb nincs a világon, mikor ott hagyjuk a kicsit, hogy szegény. Hát, kedves nézőink, ennyi fért ebbe a mai adásba. Én azt hiszem, hogy sok érdekesség volt benne, de pontosan azért van a műsornak egy állandó telefonszáma, hogy önök szóljanak hozzá, kérdezzenek, vagy éppen akár adjanak ötletet, tanácsot. Most is átadtam mindazt, amit az elmúlt 2 hétben kértek, biztos, hogy műsorra kerülnek ezek is. Én mondom a telefonszámot, 0620 9 340 330, amit reggel 9-től este 9-ig lehet hívni. Nézzék a Facebook oldalunkat, barangoljanak a weboldalunkon, de menjenek sokat sétálni, hiszen nagyon fontos a mozgás. Jövő héten pedig